Gyújtópont. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gyújtópont hallgatóit, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk a stúdióban Longauer András kollégám is. Szerbusz, András. Szervusz, köszöntelek is téged és hallgatókat is. És a szerkesztő Tóth Szente Lili és Szabó József nevében is köszöntjük a hallgatókat. Ez egy ellenválasztási különkiadás, az ellenzéki előválasztás eredményvárója zajlik gőzerővel. Lesznek majd vidéki körkapcsolásaink, illetve fogunk beszélgetni politikai elemzőkkel is, és folyamatosan figyeljük az eredményeket. Amit biztosan tudunk, hogy 633.811-en vettek részt ezen a szavazáson, és a legfrissebb hírek szerint Dobrev Klára vezet, illetve mögötte fej-fej mellett harald Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter. Ezek a legfrissebb sajtóértesülések. Azt is lehet olvasni, hogy Jakab Péter a Jobbik elnöke miniszterelnök jelöltjére jelentősen lemaradt, és ő egyébként tegnap délután óta elnémult a Facebookon is, illetve eredményváró sajtótájékoztatót sem hirdettek, ebből is többen arra következtetnek, hogy bizony a Jobbiknál komoly szomorúság van. És fogunk tehát körkapcsolást is tartani, elsőként Bács-Kiskun megyével fogunk foglalkozni, Sebestyén István újságíró van a vonalban, vele fogunk beszélgetni. Szerbusz István, köszöntünk a műsorban. Szia, sziasztok! No, mit kell tudnunk a Bács-Kiskun megyei térképről? Hogy állnak ott össze a választókerületek, melyek az erős körzetek, kik a jelöltek? Hát olyan túl izgalmas nem leszek szerintem, mert hagyományosan Bács-Kiskun megye az egyik legerősebb fideszes fellegvár, és hát nagy meglepetés lenne, ha itt sikerülne az ellenzéknek akár csak egy választókerületben is fordítania, de nyilván kizárni semmit nem lehet. Ami a lényeg, hogy ugye itt 6 egyéni választókörzet van, ami mind, és ugye mind a 6-ban gyakorlatilag ciklusokra visszamenőleg folyamatosan a fideszes jelöltek győznek, és ráadásul 50% fölötti eredménnyel. Akkor nincs nagy tolongás itt ezekben a körzetekben az ellenzék részéről? Hát ugye régi arcok újra és újra feltűnnek, tehát vannak olyan nagy öregek, akik tényleg már több ciklus óta újra meg újra próbálkoznak, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és hát most sincs olyan nagyon nagy újdonság így a jelöltek között. Talán ami ellenzéki szempontból bizakodásra adhat okot, az mondjuk Baja és térsége, ahol ugye 2019-es önkormányzati választásokon sikerült fordítani, tehát ellenzéki polgármester lett a városban. Ebből arra következtetnek, hogy akár meg lehet az országgyűlési képviselőség is, csak ugye itt nem csak Baja, mint város szerepel az egyéni választókerületben, hanem több kisebb település is a környéken, amelyek meg hagyományosan nagyon erős fideszes bázisnak számítanak, úgyhogy hát nyilván meglátjuk majd, de én ha tippelni kellene, akkor jövő tavaszra 6-0-ás fideszes győzelmet tippelnék Bács-Kiskunra. Az előválasztási versengés során volt bárhol éles konfliktus az ellenzéki jelöltek között? Hát nem igazán, vagy legalábbis ugye a média inger küszöbét nem nagyon lépte át. Kecskeméten az egyik jelöltet, a MSZP-s Király Józsefet vádolták meg azzal, hogy pénzért vásárolt szavazatokat, vagy legalábbis pénzt kínált, de ez nem bizonyított, tehát volt egy ilyen kis pengeváltás. De hát talán ez a legtöbb, amit el lehet mondani, meg azt, hogy ami szintén talán így érdekes, hogy mondjuk Kiskunfélegyháza és térsége vonatkozásában egyetlen jelölt áll szemben majd a fideszes jelölttel szemben, aki, ha jól emlékszem, akkor tavaly, vagy 4 éve LMP-s jelöltként indult, és most beállt mögé az ellenzék, de hát nem olyan fényes eredményt ért el 4 évese, úgyhogy kérdés, hogy most ez majd mire lesz elég ez az összefogás.
No, hát nagyon szépen köszönjük, és akkor figyeljük a többi megyéket is, és természetesen figyeljük a további fejleményeket is, tehát Sebestyén Istvánnal beszélgettünk. És akkor Andris, mi pedig itt a stúdióban folytatjuk, hogy az előbb azt mondtam, hogy Jakab Péter elnémult a Facebookon, és most posztolt. Azt írta, hogy a rezsim megpróbálta ellehetetleníteni az előválasztást, ünnep lett belőle, a demokrácia ünnepe, a nép nem betiltható. Azt a mindenit. Te így elsőre mit keresed a szavakat, hát, látod. Nem igazán tudtam, hogy így elsőre feldolgozni. Hát ezek szerint ebből is úgy tűnik, hogy azért olyan nagy ünneplés nincs. Eközben szintén tudunk, legalábbis sejthetünk részeredményeket, például Szombathely, ami ugye egy érdekes csatatér város, ott Ungár Péter, Ceglédi Csaba és Kocka Tibor mérkőztek meg egymással, és Ceglédi Csaba a Facebook bejegyzésében azt írta, hogy bár majd hivatalosan kell kommunikálni, de a részeredmények szerint úgy látja, hogy ő vezet, és ahhoz, hogy Ungár Péter le tudja győzni, ahhoz az 1000 online szavazatból 700-nál többet kell szereznie. Magyarul 700 szavazattal vezet Ceglédi Csaba ebben a körzetben, a szombathelyi körzetben. Ami még talán érdekesség az, hogy most számolgattam ugye, hogy 680 ezer körüli ember vett részt az előválasztáson, hogy a 2018-as országgyűlési választáson összesen 3 millióan szavaztak az ellenzékre. A listán, a különböző pártokra, tehát akkor, ha ezt nézzük, akkor több, mint az egyötödük vett részt az ellenzéki előválasztáson. Hogy ez sok vagy kevés, azt majd az politikai elemzőknek a dolga lesz megítélni. Szerinted sok vagy kevés? Én nem bírom eldönteni, mert az egyik opciónk ugye az, hogy igazából azért mennek el ennyire kevesen, mert mondjuk esetleg csak szimplán, mert nem az, hogy lusták, de hogy mondjuk a hétköznapi életben nem tudtak mondjuk időt szakítani, vagy nem volt annyira kedvük ezzel foglalkozni, de mondjuk tegyük fel az országgyűlési választáson elmennek és szavaznak. De egyébként ez fordítottan is működhet, ez akár lehet úgy is értelmezni, hogy az ellenzéki szavazók egy része érdektelen a mostani ellenzéki összefogással kapcsolatosan. Ahogy mondtad, ezt talán a politikai elemzők tudják jobban megfogalmazni, de mindenképp megfigyelhető, hogy érdekes kettőség. Ugye az előbb Sebestyén István említette, hogy a Bács-Kiskun megye az eléggé a jobb oldalnak álló körzet. Nézzük meg, hogy mi újság Zala megyében. Nem sokára meg fogjuk nézni, hogy mi újság Zala megyében, onnan majd Kovács Károlyt fogjuk kapcsolni. Addig viszont talán azt még érdemes elmondani, hogy ha igazak a hírek, és Márki-Zay Péter a harmadik továbbjutó, akkor az egy nagyon érdekes helyzet. Egy kicsit egy sporthasonlattal élve, az ilyen utolsó percbe rúgott góloknak, meg ilyeneknek számít, jön a hosszabbítás, és ott még bármi és bármi megtörténhet konkrétan. Na, de hogy mi történhet, arról majd később beszélünk, most viszont Kovács Károly Zala megyéből itt van a vonalban. Szervusz Károly, üdvözlünk a műsorban. Szervusztok, Kovács Károly, üdvözlök mindenkit. Na, mit tudunk Zala megyéről, hogy állnak ott a körzetek, kik az indulók, és mi a helyzet? Hát Zala megyében azért történelmi okokból kifolyólag akár a jelenlegi indulók, akár a korábbiak azért nagyon nagy eredményeket nem szoktak elérni. Nyilván így a jövőben nem látunk senki, tehát nem tudhatja, hogy az előttünk lévő időszak mit hoz, de jelen állás szerint a mostani indulók, szereplők, akik öten vannak egyébként az előválasztás tekintetében, nem nagyon ismert személyek egyetlen egy kivételével, a dr. Csidei Irén, a DK jelöltje, a korábbi Zala megyei kórháznak a főigazgató főorvosa, ő az egyetlen ismert jelölt, akinek esetleg valamilyen mérhető eredménye lehet véleményem szerint így a jövő tekintetében. A többi jelölt, a többiek még négyen vannak egyébként, nem igazán ismert szereplők a városi lakosság előtt. Egyikük egyébként a Levéltárnak az egyik szakértője, aki korábban SZDSZ-es jelölt volt, most ugye az LMP képviseletében, dr. Paksi Zoltán, akkor a Benke Richard, a Jobbik jelöltje, de gyakorlatilag szintén eléggé ismeretlen szereplő. A Momentum tekintetében egy teljesen ismeretlen személy van, tehát gyakorlatilag senki nem ismeri szintén így a városban. Az előbb itt beszéltünk részvételi százalékokról, és így te is mondtad, hogy bizonyos jelöltek ismertsége nem akkora, mint amekkora lehetne mondjuk esetleg. Igen. Te hogy látod, hogy a lakosság körében mekkora jelentőségű az előválasztás? Az emberek foglalkoznak vele? Elmennek szavazni? Szerintem Zalában nem. Én úgy látom, hogy nagyon gyenge.
ugye láttam, mert az irodám gyakorlatilag arra a térre néz, ahol az előválasztást megelőző különböző, úgymond ilyen kampányrendezvények voltak az ellenzéki szereplőknek a részéről, és tulajdonképpen tényleg azt lehetek látni, hogy ilyen 20-30 fő volt talán a még a legnagyobb létszámban is kíváncsi. Akkor a 600 ezres összlétszámnak nem azzal a megyeiek adták a magvát biztosan és a kilincét. Egészen biztosan nem. Biztosan nem. Tehát én nem gondolnám, hogy akár az előválasztásnak itt túl nagy jelentőséget tulajdonítanak itt Zalában. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy itt különösen Zalaegerszegen még inkább igaz ez. Nagyon sokan nem is tudják egyáltalán van ilyen, hogy előválasztás, meg hogy az micsoda egyáltalán. A kisfalvakban meg gondolom ez még hatványozottabban így van. Hát még sokkal. Tehát Zalaegerszeg és az agglomeráció kisfalvak, ott szerintem annyira emlékszem így a múltkori, a korábbi választások tekintetében, az országgyűlési választások tekintetében, hogy a képviselő úr, a Víg László képviselő úr nagyjából ilyen 70% körüli eredményt szokott hozni. Illetve hogy a polgármester úr is Zalaegerszegen szintén ilyen 70% körüli. Akkor mondhatjuk, hogy nincs kormányváltó hangulat Zalaegerszeg és környékén. Szerintem egyáltalán nincs. Ugye ráadásul ugye mind a polgármester, mind az országgyűlési képviselő jelenlegi személyekről beszélek. Az ellenzéki szavazók közül is nagyon sokan átszavaznak rá, mint személyre, mint emberre. Mert ugye azt látják, hogy olyan mértékben mozog, működik, annyi minden történik a városban, fejlesztések, utak, cégek települnek be, hogy ezt látják garanciának a folytatás tekintetében, hogy ez így tudjon tovább menni. Néhány héttel ezelőtt egyébként a vendégünk volt itt a Hit Radio-ban, Balázs Zoltán, és elmondta, hogy nincs is konfliktus sem az ellenzéknek ez a tagjaival, hanem hogy valóban jól tudnak együttműködni. No, hát megnézzük majd a zalai eredményeket, és kedves Károly, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Én is köszönöm. Üdvözlök mindenkit, szép napot kívánok. És akkor megyünk is tovább a szó most a stúdióját. Tehát ott hagytuk abban, hogy Márki-Zay Péter még akár miniszterelnök jelölt is lehet, komolyan. És az itt azért legfőbb érdekesebb ebben az egész kérdésben, hogyha viszont tényleg az lesz, akkor az meg, bele sem erre gondolni, hogy ez mennyire megkeveri a lapokat. De talán emlékezhetnek a hallgatók, hogy a prognózis egyik adásában beszéltünk arról, hogy Márki-Zay Péter okozhat meglepetést. Egyszerűen tényleg azt érzékeltem a saját környezetemben is a kiábrándult jobboldaliak részéről, hogy ők bizony elmennek, és azt mondták, hogy Márki-Zay Péterre szavaznak, ha ő nyer, akkor majd a rendes választáson is leszavaznak, ha meg nem, akkor azért mégiscsak az Orbán Viktorra, mert az jobb, mint az ellenzéké. Szóval az egy nagyon érdekes dolog lenne, ha Márki-Zay Péter megnyerni a második fordulót. Nem tudom, hogy matematikai esély van-e erre, de ha így most már bármi meg... Én azt nem voltam volna a választások előtt, hogy a Márki-Zay Péter le fogja győzni a Jakab Pétert. Azt a Jakab Pétert, akit nagyon sokszor a közvéleménykutatók befutó helyre. És hát ugye a hallgatók emlékeznek a prognózisból, mi is mindig elsők között emlegettük. Hullámzott azért a megítélés, hát a krumpli és a szerelsz. De ott volt folyamatosan a top jelöltjeink között. Az is viszont érdekes, hogy mindjárt mindenki azt mondta, hogy Karácsony Gergely fog nyerni, ehhez képest a számok alapján, amit mi még nem látunk, de amit így szivárogtatnak a szavazóat számlálók, abból az látszik, hogy Dobrev Klára jobban vezet, és hogy mögötte fejfej mellett halad Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter. És akkor most ismét kapcsolunk, méghozzá Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, Szűcs Gergely van a vonalban. Szervusz, köszöntünk itt a műsorban. Szervusztok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mi a helyzet Szabolcs megyében? Van ott olyan körzet, ami az ellenzéki előválasztás szempontjából izgalmas lehet? Hát mindenképpen izgalmas, ugye biztos emlékeztek rá, hogy a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy az előző választáson Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán volt egy olyan körzet, ahol hogyha akkor visszalépett volna a Jobbik, akkor nem dr. Szabó Tünde került volna be a Fidesz színébe, hanem akkor az ellenzéki erő nyert volna, és azért most nagy erőkkel koncentrálnak erre, hogy most ugye nincs ilyen, hogy több jelölt indul, hanem közös listán indulnak, és ezért nagyon-nagyon reménykednek, hogy tudnak nyerni, illetve biztos láttátok a YouTube-on az előválasztási megmérettetéseket, abból is volt szép számmal. Kik a jelöltek mondjuk a nyíregyházi körzetben ott kik a mely pártok indulnak, és mit lehet tudni a jelöltekről? Országos szinten nem tudom, melyik jelölteket ismeritek, esetleg dr. Gyire Csabát ismerhetitek, mert ő régen a Jobbiknak országos alelnöke volt. Úgyhogy a kettes körzetben ő indul, illetve Aranyosi Gábor indul ellene, aki az MSZP-nek a színeibe van, illetve dr. Kis Krisztián, aki a Momentum képviseli. A másik körzetben csak ketten indulnak, a dr. Csipkés József indul, aki egy teljesen új versenyző,
és Lengyel Máté a Jobbiknak a képviselője van a másik részen. Tehát Momentum és Jobbik, illetve Momentum, Jobbik és MSZP. Az előző kapcsolásunknál is megkérdeztük, ugye, hogy milyen hangulat van az előválasztással kapcsolatban az emberek körében. Ugye a részvételi számokat is majd ugye később a műsorban elemezni fogjuk, de ott azon a környéken az emberek szemében, megítélésükben milyen helyet foglal az előválasztás? Segítsetek, hogy van-e helyi adatotok, én nem találtam szavazatot. Még nincs, de fog érkezni szerintem később, jelenleg ugye a szavazatszemlélés zajlik. Úgyhogy még csak a tudósítók személyre tudunk hivatkozni, hogy mennyi embert lehet átrakni. Igen, itt a tényszerűség ugye nem olyan most közel hozzám, mert nagyon sok embert megkérdeztem, de nyilván általánosítani ebből még nem lehet. Én úgy éreztem, hogy aki változást akar, az mindenképpen protest szavazó, tehát nem azt nézik, hogy most a jelölt teljesen lefedi-e a szavazó állampolgárnak a véleményét, hanem mindenképpen változást akarnak. Illetve azt vettem még ki, hogy olyan nagy hangulat nincs, tehát akit megkérdeztem, minden negyedik, ötödik ember tudott az egészről. Ugye ne felejtsük, ez egy teljesen új dolog, hát az emberek nem tudják még az intézményt sem, hogy mi az, hogy előválasztás, illetve nem is tudták megszólítani az összes embert. Tehát van olyan település, ahol 20-30 km-t kell utazni, hogy tudják szavazni, és ezt nem mindenki vállalja, illetve az idősebbeknek, tehát akik nem Z, meg Y, X generáció, nekik nem volt ilyen egyszerű interneten szavazni. Tehát ők is inkább elmentek személyesen, csak onnan volt, ahol 10-20 km-t utazni kellett, hogy tudjanak szavazni. Emiatt szerintem nincs az a nagy kormányváltó hangulat, de nem tudok objektív véleményt mondani, csak arra támaszkodom, akiket megkérdeztem. Kérdeztem amúgy pártállástól függően embereket is, akiről tudom, hogy milyen pártállás, és én azt arra szavaztam volna, hogy a jobbikosok nem fognak elmenni listára szavazni, de azt mondták, hogy ők is el fognak menni. Tehát nem azt nézik, hogy teljesen az ő álláspontjukat képviseljék, hanem hogy mindenképpen változást szeretnének. Ráadásul ugye Szabolcs megye azért is izgalmas, mert nagyon sok kis településből, meg nagyon sok ilyen tanya részből áll, ahol azért tényleg nehezebb azt megoldani, hogy utazni tudjanak, hogy oda menjenek szavazni. Elmondható, hogy Nyíregyházán jóval többen szavaznak, és az ilyen kisebb településekre már jóval kevésbé ér el az előválasztás hangulata? Szerintem az előválasztás hangulata az kevésbé ér el. Nyilván az erőforrások miatt is a Momentum és a többi szervezet csak a nagyobb gyümölcsökre koncentrál, tehát a könnyen elérő gyümölcsökre hajt. Nyilván sokkal nehezebb megszólítani 238 települést, mint 4-5-5. Tehát induljatok ki a Szabolcs-Szatmár már Bereg megye. A választás szempontjában nagyon fontos, viszonylag nagyon nagy megye. Nagyon sok jelöltet ad. Emiatt ugye nagyon-nagyon fontos, viszont 238 településen nehéz korteskedni, nehéz választást megnyerni. Aki pedig nem aktív a Facebookon, azt ugye nem tudják elérni. És azért valljuk be, azért nem minden magyar ember Facebookozik. Szücs Gergellyel beszélgetünk Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Na, hát azért érdekes látni ezt, hogy Szabolcs megye, vagy az ország egyik oldala, az Zala megye, az ország másik oldala, és hogy ott nincs ilyen nagy szavazói hajlandóság. Miközben Budapesten meg látjuk, hogy a sorok állnak az utcán. Én tegnap Szombathelyen tartózkodtam, érdekes volt, hogy ott is csak páran rézengtek a sátornál. Ennek ellenére ott Ceglédi Csaba írta a Facebookjára számadatokat. 7700-an szavaztak csak Szombathelyen. Nem tudom eldönteni, hogy ez sok vagy kevés. Minden esetre, hogy vajon... Tehát, hogy arra majd az elemzőket nézve kíváncsi leszek, hogy akkor ez most sok vagy kevés, mert azért a 600 ezer körüli szavazat az mégiscsak a lakosságnak a több mint 5-6%-a. Igen, és hát jelentőség az, ami még szerintem majd utólag lehet majd megítélni, akár már csak az országgyűlési választások után, hiszen ugye attól is fog függeni, hogy az ellenzéki szavazási hajlandóság azon a választáson mennyi lesz, és mondjuk ahhoz viszonyítva mekkora volt az előválasztási hajlandóság, tehát akkor például ott majd lehet mérlegelni, hogy a szavazott ellenzékiek hány százaléka volt az, aki igazából kiválasztotta, hogy kikre lehet szavazni. Úgyhogy ez még egy ilyen hosszabb távú kérdés, amit majd mérlegelni kell többször is, de az biztos, hogy így elsőre, én nekem személy szerint még a számok azért nem annyira eszméletlenül meggyőzőek. Na. Kérdezzük meg a hűség városát, Sopront, hogy ott mi a helyzet. Lágler András van a vonalban. Szerbusz András. Sziasztok! Szavaznak ott? Szívesen mondanék valami izgalmasat, de nem tudok. Én is inkább a Bács-Kispun megyei és a Zala megyei tudósítókhoz tudok csatlakozni.
az elmúlt 10-11 évben szintén egy fideszes fellegvárra nőtte ki magát, és hát ez meglátszott a 2018-19-es választásokon is. Itt sem érezhető semmilyen kormányváltó hangulat. Nem is nagyon találkoztam olyan emberrel a környezetemben, aki azt mondta volna, hogy most megy előválasztani. Ez egy elég unalmas műsor lesz. Igen, én is már így hallgattam az előző tudósítókat, már kicsit kezdtem aggódni, hogy egysíkú lesz a műsor, de tényleg ez van Sopronban is. Ráadásul nagyon szépen fejlődik a város. Most van egyébként, és köszönöm Tamás, hogy a hűségvárosaként konferáltál föl, mert ez nagyon jól esik minden lokálpatriót a soproninak. Ugyanis biztos tudjátok, hogy ebben az évben van a népszavazásnak a 100. évfordulója, centenáriuma, és hát tényleg olyan tartalmas, kulturális műsorok vannak, és olyan mértékben fejlődik a város, hogy ez tényleg így magával ragadja. Ez jobban leköti az embereket, mint az előválasztás? Én azt gondolom, hogy igen. És tehát gondolom a hűségszavazásnál is többen voltak, mint ezen az előválasztáson. Hát ez majd kiderül az adatokból, de minden esetre tényleg minden túlzás nélkül azt lehet állítani, hogy itt nagy izgalomra nincsen ok. Ráadásul ugye 2018-ban még egy újabb rendületet adott a Fidesznek, hogy az egyébként nyugdíjba vonuló KDNP-s országgyűlési képviselő Firfi Mátyás helyett egy fiatal, agilis 32 éves képviselő lett Barca Attila személyében, aki gyakorlatilag azt a Brenner Kolomant verte meg nagyon, háromszor annyi szavazatot kapott, aki nagy eséllyel most ki fog kerülni az előválasztás győzteseként. Uh-huh. Volt nálunk nem olyan régen a Hit Rádióban egyébként egy polgári úriembernek tűnt úgy a Jobbikhoz képest. Abszolút. Tehát én nekem is ez a benyomásom róla, ráadásul ő tényleg egy tőzsgyökeres Soproni családnak a sarja, viszont nagyon nagy támadási felület nála az, hogy ő érdi lakos. És ez gyakorlatilag minden mondatban itt elhangzik a kampányban, hogy Brenner Koloman Érdről. Tehát ez ugye a Soproni lokálpatriót a szívet. Miért akar ő Érdről Sopronban indulni? Hát én szerintem ennek teljesen pragmatikus oka van. Tehát rajta kívül nincsen olyan fajsúlyos politikai ellenzéki szereplő Sopronban, akinek legalább a leghalványabb, nem is az, hogy esélye, mert esélye neki sincsen, hanem mondjuk méltó ellenfele lenne Barca Attilának. Ő azért mégiscsak az országgyűlésnek az alelnöke, mégiscsak a Jobbiknak a frakció vezető helyettese, és egy adjunktus ember doktorátussal, úgyhogy mindenképpen valamilyen szinten azért a helyi felhozatalból ő az, aki ki tud méltó ellenfélként állítani az ellenzék. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad nekünk. Kíváncsiak leszünk Brenner Kolomán eredményére, és majd áprilisban meg visszatérünk arra, hogy neki mennyire sikerül megszorongatni a Barca Attilát. Lágler Andrással beszélgettünk. Szóval azért ez tényleg érdekes, nem, amikor így helyből jönnek azok a visszajelzések, amelyek teljesen ellentmondanak annak, amit a Facebookon mondjuk a komment mezőben tapasztalunk. Igen, mert ugye azt rengetegszer halljuk, és ez egy talán egy kicsit túl sokat is pufogtatott közhely, hogy a csendes többség, meg hogy az ország nagy része, meg hogy stb. És ugye mindig arról volt szó, hogy hát ha majd egyszer összefog az ellenzék, meg hogyha egyszer összeállnak egy közös listára, akkor bezzeg. És hát most összeálltak egy közös listára, megvan a lehetőség arra is, hogy ugye kerületenként és miniszterelnök jelöltet is meg lehessen választani, hogy ki lesz a jelölt. És őszinte leszek, én nem ezt a túlöblő izgalmat vártam a lakosság részéről, ugye ezt most szarkasztikusan fogalmazva, hiszen annyira azért, ahogy te is mondtad, az eddigi megszólalók megszólalásai alapján nem igazán lehet azt mondani, hogy túl sok ember olyan szinten érdeklődne a téma iránt. Na de jöjjön egy olyan körzet, ahol viszont vannak izgalmak. Tóth Róbertet kapcsoljuk Vas megyéből és Szombathelyről. Szia Robi, köszöntünk a műsorban. Halló. Halló, szia, köszöntünk, itt vagy? Hallasz minket? Szerbusz! Halló, halló! Az előbb egy halót hallottunk. Halló! Halló, most hallasz minket? Hallasz. Szia, Robi! Nagyon rossz a vonal. Azt mondja Robert, hogy nagyon rossz a vonal, akkor esetleg visszaadunk a szerkesztőnknek. Addig Szombathely kapcsán ugye azt elmondhatom, hogy én tegnap ott voltam, és hogy tényleg az volt, hogy
üres volt a sátor, a sátor mellett egy Ungár Péter stand árválkodott magányosan. Közben, nem tudom, Tóth Róbert megérkezett, és hallasz itt minket. Vagyok. Szia, Robi! Hallasz minket? És megint rossz a vonal. Akkor kérném a szerkesztőket, hogy próbálják meg valahogy orvosolni ezt a problémát. Vas megyében már nehezebben ír el a hangok. Úgy tűnik, hogy Vas megye az egyetlen izgalmakat hozza az előválasztáshoz. Szóval ugye hogy az az érdekes, hogy Ungár Péter, aki alapvetően Budán él, de most már Szombathelyen is, ő indulott, illetve Ceglédi Csaba, aki meg arról híres, hogy egy 6,6 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt ült előzetes letartóztatásban, és most ő a DK-nak a jelöltje. A legfrissebb információk szerint ő vezet egyébként, és hogy ott ez a 7000-es szám akkor lehet, hogy soknak mondható, azt mondták, hogy ott azért hosszú sorok kígyóztak. Erről a körzetről azért némileg többet lehet ugye olvasni a tudósítások miatt. Tóth Róbert most elvileg a vonalban. Szia, most hallasz minket? Igen. Szuper, igen. Szia, Robi! No, mi a helyzet tehát? Mit tudunk Szombathelyről? Ugye Ceglédi Csaba kiírta a Facebookjára, hogy legalább 700 szavazattal vezet, legalábbis erre utal. Milyen volt ott a részvételi hajlandóság? Mennyire van előválasztási hangulat? Hát az az igazság, hogy Szombathelyen most már mondhatjuk azt, hogy egy éve kampány van, mivel a Ungár Péter úr ide helyezte a székhelyét, abban a meggyőződésben, hogy ő innen fog egyénibe jutni, ezért alapított egy hírportált is, és ezzel nyomják most már egy éve a kampányt, különböző elfogadható és lejárató médiumokkal egyaránt. Úgyhogy mi itt folyamatosan élvezzük a kampánynak a előnyös és hátrányos oldalai, de inkább azt mondani, hátrányos. Hát itt elég nagy mozgolódás van a városban, ugye három jelölt van, ugye a Ceglédi Csaba, akit a DK támogat, a Ungár Péter, aki ugye öt pártnak a jelöltje, illetve Kocka Tibor úr, aki az Új Világ Néppártnak volt a jelöltje, csak mivel ugye nem érték el a szükséges szavazatszámot, ezért, ugye a jelölés számot, ezért őt befogadta a DK. A DK-nak tulajdonképpen két jelöltje van? Így van, tulajdonképpen a DK-nak két jelöltje van, de igazából ismervén itt a viszonyokat, itt két ember köz fog eldőlni a jelöltség a Ungár Péter és Ceglédi Csaba között. Szerinted ki fog nyerni? A Csaba azt posztoltak, hogy 7700-an mentek el szavazni, amit itt most csináltunk egy gyors szavazást, ami körülbelül a Szombathelyi ellenzéki szavazóknak körülbelül az egyharmada. Tehát szerintem ez így az országos aránynak megfelel. Én megmondom őszintén, én a Ceglédire, Csabára tippelek, hogy ő fog nyerni, mivel hát most az ügyei ellenére, amit szerintem sokan ismernek, őt szeretik a városban. Meg helyi ember, nem? Így van, helyi ember, tehát törzsgyökere szombathelyi, őt szeretik, 20 éve benn van az önkormányzatban, és az utóbbi időben tényleg inkább a képviselői munkájáról híres, mint a balhéjéről, független attól, hogy még folyik ellen a bírósági eljárás. Ungár Péter nagyon sokat tesz azért, hogy itt megkedveljék, de Szombathely vidéki város határmenti, itt a lokálpatriotizmus nagyon erős, és nem nagyon szimpatizálnak az emberek azzal, hogyha ide jön egy főváros, és ez az én benyomásom is, tehát ez egy ilyen privát vélemény, tehát nem igazán szimpatizálnak azzal, hogyha egy külsős ember szeretne bennünket képviselni, akármilyen jó szándékkal teszi is ezt. És most, hogy mondjuk esetleg nem külsős ember képviseli majd az ellenzéket, ugye ez még természetesen nagy ha felkiáltásra tudjuk csak így előbocsátani. Hogy látod, hogy van ott ilyen kormányváltó hangulat? Ugye most eddigi beszélgetésünk folyamán ez többször felmerült kérdésként, hogy mennyire érzékelhető ez, de hogy látod, van erre igény? Az előválasztás nagy jelentőséggel bír? Szombathelyen már megtörtént bizony szempontból a váltás, hiszen itt ellenzéki polgármester van, nem én András szemében, és megmondom őszintén, hogy a 19-es választáson ők nagyon sok körzetben nagyon nagy fölénnyel nyertek. És az is egy összefogásos választás volt. Igen, és nagyon nagy arányban, tehát bizonyos választókörzetekben több 10%-kal verték meg a fideszes jelöltet, és hogyha nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, akkor valamilyen szinten lehet, hogy van egy
egy váltó igény, de ez nem a kormányra vonatkozik, hanem inkább a helyi képviselőre. Tehát Hende Csabával tehát, kevésbé elégedettek ott a városokban? Én úgy, tehát ugye Szombathely mellett még ide tartozik egy 10-12 kis település, ott nagy a támogatottság, de Szombathelyen elég jelentős ellenszélbe kell dolgoznia, és sok helyről lehet hallani, hogy összességében van, aki elfogadja, van, aki nem, de érezhet egy ilyen nagyon enyhe váltás, hogy valaki más legyen. Ha a Fidesz körökből lenne egy új jelölt, akkor azt mondom, hogy ő még eséllyel nyerne. Nem mondom, hogy a Csaba nem nyerne, mármint, hogy a Hende, de lehet érezni egy ilyet a városban. Akkor valószínűleg a két Csaba között dől majd el ez így a mérkőzés. Van. Lehet-e arról hallani, hogy Szombathelyen bárki az ellenzéki előválasztáson kívül részt vesz majd a választáson, és mondjuk harmadik indulóként megméretteti magát? Mert ugye az én emlékeim szerint Hende Csaba 2018-ban 49%-ot kapott. Magyarul az összes többi ellenzéki, aki akkor még külön indult, meg 51-et. Tehát ez nagyon szoros, és ha van harmadik jelölt, akkor az lényegesen változtathat a választási matekon. Így van, hát nem hallani egyelőre, de tudjuk nagyon jól, hogy az ott meg és uralkodj, az könnyen működik. Tehát pro kontra, tehát bármelyik oldalra. Így van, tehát nem tartom elképzelhetetlennek, hogy akár a bal oldal, akár a jobb oldal bedob még egy embert, aki esetleg a szavazatokat tudja így forgácsolni. Viszont az biztos, hogy a Mi Hazánk, mint esélyes induló, az itt a városban nincs jelen. Szombathely sohasem volt így a szélső jobbra nyitott, és ez azt mutatja, hogy nincs is képviseletük, nem járt itt senki, aki hozzájuk tartozik. Tehát jobb oldalról ők biztos, hogy nem fognak labdába rúgni. Na, hát nagyon kíváncsian várjuk a Szombathelyi eredményeket, azért is, mert nagyjából kicsit az az érzés van, hogy ami a Szombathellyel kapcsolatos, az lesz majd az országban is a tendencia. Tóth Róbert, köszönjük szépen! Hát... annyit még hozzátennék, hogy ugye van két másik körzet is Vas megyében, ott meg ilyen toronymagasan a Fidesznek áll a zászló, viszont voltak érdemi versenyek, nem mindenhol, de például a Vas 03-ban ott Bana Tibor, aki jelenleg a Jobbikból kiugrott független országgyűlési képviselő, indult a Momentumos Pleva Dániel ellen, és ott jelölt volt még Ipkovics György, aki korábban Szombathelyen volt polgármester, hogy teljesen bonyolítsuk ezt az egészet, és Ipkovics György őt egyszer csak fölhívták telefonon, hogy most akkor neki vissza kell lépnie a Pleva Dániel javára, aki ezt szomorúan ugyan, de elfogadta, és mondta, hogy hát reggel még én se tudtam, hogy vissza fogok lépni, épp egy választási vitára ment, de mondta, hogy hát akkor ezt mondta az én pártelnököm, úgyhogy visszalépek. Van-e még egy körzet, ott pedig egy DK-s, egy Momentumos és egy MSZP-s jelölt van, az MSZP-s egy temetkezési vállalkozó, a DK-s egy néptáncos, a Momentumos pedig azt hiszem Ausztriában dolgozik, ott vélhetően az MSZP-s temetkezési vállalkozó lesz majd a befutó, tehát ennyit a Vas megyei ügyekről, mivel én onnan származok, ezt egy kicsit közelebbről figyelem. No, Komárom-Esztergom megyével folytatjuk, Ferjánc Ábrahám van a vonalban, szervusz! Szervusztok, sziasztok! Hogy látod, mi ott a hangulat? Vannak nagy sorok, kígyózó sorok, izzik a kormányváltó hangulattól? Kígyóznak a kígyók. Izzik a kormányváltó hangulattól a környék, vagy azért ez egy kicsit túlzás? Hogy őszinte legyek, ez a személyes megítélésem, amit én láttam. Igazából én a hétfő keddi nap volt az, amikor én kimentem, és láttam, hogy azért ott volt érdeklődés, voltak sorok. De ugye a hét közepétől a hétvége fele már nem igazán láttam sorokat, sőt, tegnapi napon szándékosan kimentem még, megnéztem, hogy mi a helyzet így utolsó napon. Akkor egyáltalán egyetlen egy embert sem láttam, csak magát a személyzetet, ugye, aki bonyolítja le az előválasztást a sátorokban, tehát inkább a hét eleje volt az ilyen kicsit dinamikusabb, de a hét közepétől a vége fele már nem nagyon szállingózó volt. Mindenki leszavazott, és a hét második felére már nem maradt senki. Vagy alapból ilyen alacsony volt az érdeklődés? Lehet egyébként, mert ugye 2019-ben volt itt egy polgármesterváltás, egy elég hosszú érát szakított meg a hatpárti koalíció, és azt kell tudni Tatabányáról, hogy eléggé most ilyen forrongós a hangulat, mert ugye a helyi önkormányzati gyűlésben, a közgyűlésben, ugye 8-8 arányban van a közgyűlésben, a 8 a frakciói, vagy a, na bocsánat, a
a koalíció, és 8 a Fidesz, és 1 a Mi Hazánké, tehát ilyen nagyon libikóka, és hát ebből lehetett számítani, hogy nem nagyon fog működni, és pont így 2020-ban kezdődtek ilyen belső csatározások, és addig fajult, hogy kb. Az előválasztás előtt 2 héttel a frakció, a koalíciós frakció felbomlott, és most van egy négy tagú frakció, a többi az még ilyen lóg a levegőben, még nem tudni, mert igazából ez ilyen DK-s, MSZP-s belső harcokból alakult ki, és az a nagyon érdekes, hogy a Tatabányán azzal vádolták a DK-s polgármestert, hogy szorítja ki az MSZP-seket a hatalomból és a döntési lehetőségből, és ugye a Gurmai Zita frakcióvezető helyettest tették ide Tatabányára, akinek semmilyen Komárom-Esztergom megyei kötődése nincs, és ugye ellenzéki oldalon azért a Gurmai Zitának van egy nagyobb neve, és ezért ez elég érdekes, hogy ez egy választlépés lehetett, hogy egy elég nagy nevet ide raknak semmilyen kötődés nélkül, egy olyan DK-s indítású politikus mellé, aki viszont a megyei közgyűlésnek a összellenzéki frakciójának a vezetője, aki viszont helyi kötődésű. Tehát egy elég éles konfliktus van itt véleményem szerint. Ráadásul, ha jól tudom, akkor ez a közgyűlési balhé, ez pont az előválasztási kampányban teljesedett ki, amikor a polgármester bejelentette, hogy egy önálló frakcióval folytatja. Igen. Erre tettem említést, ugye, hogy 2020 júliusában kezdődött egy ilyen belső harc, hogy a polgármester asszony kicsit ilyen megszorító intézkedéseket próbált behozni, és ellene szavaztak a frakcióból többen is, többek között 2 MSZP és meg egy DK-s jelölt, vagy hát résztvevő, és ugye ebből fakadóan ez többször megismétlődött, és így felbomlott ez a koalíció, és az az érdekes, hogy már egy más jogi úton is megjutalmazni, feljelentésekkel, meg hát ilyen bírósági perekkel vannak most elfoglalva, és ezért így szerintem több ember így kiábrándult. Én ennek tudom be azt, hogy szerdától már egészen szombatig már nem nagyon volt érdeklődés, csak tényleg az ilyen belső mag ment el az első 2 napban szavazni. Akkor elmondható, hogy ha az előválasztásnak a győztese végül, akkor kikerül itt az eredmények összeszámlálása után, akkor nem nézhet túl sok esélye szembe az ottani kormánypárti jelölte szemben? Vagy ezt te hogy látod, hogy mekkora esélye van a kormánypárti oldala szemben? Hát nyilvánvalóan nem tudok én nagy átlagot mondani, de én személyesen több emberrel is beszélgettem itt a városban, meg a környező településeken, és igazából 2019-ben ez az én személyes megítélésem egy kicsit ilyen büntetés volt, hogy leváltottak már 1990 óta van úgymond a Fidesz hatalmon 2019-ig, tehát egy nagyon hosszú idő volt, ami a Fidesz kapott, és tényleg egy nagyon korrekt városvezetés volt. Nyilvánvalóan egy nagyon kérdéses ügyekbe óvatosabban nyúltak hozzá, vagy nem is nyúltak hozzá, de én kicsit úgy éreztem, hogy nem volt ilyen nagyon erős érve arra, hogy leváltsák. És most az emberekkel beszélgetve többen mondják, hogy kicsit bánják, mert látják, hogy ugye ez a belső csatározások meg nyilvánvalóan a Fidesz sem támogatta a önkormányzatban ezeket a dolgokat, és ezért nagyon leállt a városnak. És ilyenkor a városvezetésre haragszanak, vagy a Fideszre? Ugye itt elég karcos az önkormányzati többség, ahogy te is említetted. Ki kommunikál jobban? Tehát a Fidesz meg tudja győzni arról az embereket, hogy már pedig itt bénázik az ellenzéki városvezetés, vagy ők azt mondják, hogy a Fidesz gáncsol el mindent? Jó kérdés. A Bencsik János van most a Fidesznek a színeiben, aki indul majd az összellenzéki koalíciós polgármester ellen. A polgármester indul az országgyűlési választáson? A Posztovics Ilona, vagy bocsánat, nem, a Gurmai Zita lesz szerintem, ez az én véleményem. Ő nyeri meg az előválasztást. Ez az én véleményem, de nem biztos. De a Bencsik János úrral kell majd szembenézni, akit szeretnek az emberek. Tehát én nem tudom azt elmondani, hogy Budapestről lejön egy ember, akinek nincsen kötődése, úgymond a megyéhez, sem a városhoz, és aki tényleg itt van helyben képviselő, és tényleg az emberekért dolgozik, és többen meg vannak vele elégedve. Én nehezen tudom elképzelni, hogy le tudná váltani egy helyi kötődésüt egy teljesen más településről jövő, nem a bőtjékben jártas ember. No, hát megnézzük majd, hogy mi lesz a vége. Ferjánc Ábrahám, köszönjük szépen.
És most tudunk végre beszélgetni, kaptunk 15 percet itt a nagy száguldásban, hogy... Rövid kaptunk a magyar vidékről egy ilyen kicsit átfogóbb áttekintést, hogy milyen érdekes, hogy amikor az újságírók kampányhangulatban vannak, meg a Facebookon a kommentelők is kampányhangulatban vannak, akkor az a valóságban hogy csorog le a vidékre? Hát abszolút, hát én egy kicsit azért azt vártam volna, hogyha nem is minden városban, de azért valahol azért ugye, változva körzetenként azért tapasztalható lesz valamilyen jellegű lelkesedés, vagy amit, mert azért legyünk őszintén, ugyanezek nem reprezentatív felmérések, amiket természetesen most beszélgetünk, és a betelefonálók sem egyesével egy tévedhetetlen felmérőközpont, de azért azt azért elmondható szerintem, hogy akik ott élnek, azok azért nagyjából tudnak arról egy képet, hogy milyen a hangulat, ugye a városképekből lehet ítélni nagyon sok esetben, hogy mekkorák a sorok, stb. Hát, megint csak azt érzem egy kicsit, hogy az ellenzéki sajtó, meg a mainstream sajtó, az egy kicsit így ellenzéki sajtó, hát tehát az ellenzéki, tehát ilyen ellenzéki bérzelmű lapok, médiumok, azok nem igazán, tehát nem pontosan tájékoztatok feltétlenül arról, hogy mekkora az előválasztás körülötti érdeklődés, de lehet, hogy egyébként majd ez kiderül, hogy egyébként ezt most rosszul mondom, és tényleg nagyon sok embert érdekelt, de egy első ránézésre nekem is ez jött le, hogy így az, amit a médiában látunk, az, amit a politikusok írnak, nem feltétlenül tükrözik azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. Közben érdemes megnézni a miniszterelnök jelölteknek a Facebook oldalát. Dobrev Klára 18 órával ezelőtt azt írta, hogy lezárult az előválasztás első fordulója, folytatjuk a másodikban. A DK összes képviselő jelöltje, minden kollégám és az egész párt nevében köszönöm nektek. Ebből arra lehet következtetni, hogy Dobrev Klára számít második fordulóra. Ugye az a szabály, hogyha valaki megszerzi a szavazatok 50+1%-át, akkor nincs második forduló a miniszterelnök jelöltek esetében. Ezek szerint akkor Dobrev Klára ennyit nem szerez. Meg is lepődtem volna egyébként, mert hogy az eddigi szivárgott, ilyen pletykák, meg előzetes információk alapján, ugye, ahogy beszéltük, ugye Márki-Zay Péter esetleges továbbjutása is egy rendkívül izgalmas faktor, viszont ebből például arra lehet következtetni, hogy a jelöltek között sokkal inkább megosztott a szavazatok aránya, mint hogy sem egy jelölt bezsebelje azt az 50+1%-ot. Karácsony Gergely azt írja 6 órával ezelőtt, hogy igazi siker volt az országos előválasztás első fordulója, több mint 600 000-en vettetek részt rajta online és személyesen, ahogy a fotón is látszik, már tegnap este nem sokkal az zárás előtt is rengetegen álltak sorba, hát van ilyen is, hogy részesei lehessenek a változásnak. Ahogy már sokszor mondtam, az igazi győztes a demokrácia, ugye, a változás, ugye, a vesztes pedig a kiváltságos keveseket képviselő hatalom. A miniszterelnök jelölti előválasztás kétfordulós, jó volna, ha legalább ennyien, ha nem többen hallatnák a hangukat a másodjára. Mi van? Ez van ideírva, hangukat a másodjára. Hát jó, ezért kezdeményeztük, hogy két hétvégén át is lehessen szavazni, illetve hogy ne kelljen ismét regisztrálnia online annak, aki már szavazott az első fordulóban, ezzel is megkönnyítve a folyamatokat a választópolgároknak, ennél pedig az egyik párt részérdeke sem lehet fontosabb. Ezt írta Karácsony Gergely. Márki-Zay Péterről azt lehet hallani, hogy Budapesten és Hódmezővásárhelyen is tart sajtótájékoztatót. Budapesten megcsináltuk, Hódmezővásárhelyen pedig mögcsináltuk címmel. Ebből arra lehet következtetni, hogy Márki-Zay Péter tényleg bejött a harmadik helyre. Hát, ha meg nem, akkor igencsak félrevezető a címadás. Azt nem tudom eldönteni, hogy honnan tudják. Elvileg most számolják a szavazatokat. Ez mindig érdekes dolog, hogy ezek az előzetes infók honnan szivárognak ki. De egyébként most így lapozgatva dolgokat, ugye arra nem ejtettünk még szót, viszont ugye, hogy akkor ha viszont ezt nézzük, akkor viszont Fekete Győr András utolsóként fog valószínűleg befutni. Nem mondom, hogy meglepő. Ugye vele kapcsolatban mindig úgy elemeztük az ő szerepét a kérdésben, hogy volt egy-két, talán úgy fogalmazunk, úgy érdemes vagy megvillanásra a viták során, amik tényleg meghatározóak lehettek, vagy lehettek volna, de nem lettek végül, és persze természetesen egy előválasztás megnyeréséhez nem feltétlenül elég egy-két vita soráni megvillanás, úgyhogy itt nem igazán bomlott a papírforma. Fekete Győr András 4 órával ezelőtt azt írta a Facebookon, hogy több mint 510 000 személyes és több mint 122 000 online szavazat, összesen 633 811, ennyien vettetek részt Magyarország történetének első országos előválasztásán, hogy ti magatok döntsétek el, kik induljanak el
2022-ben az Orbán rendszerrel szemben. Köszönjük, hogy éltetek a demokrácia adta jogotokkal. Köszönjük, hogy volt türelmetek kivárni a sort, akár személyesen, akár online. Mondjuk az milyen kemény lehetett, aki kétszerben szavazni. És mert az első nem volt érvényes. Ez talán még a kérdés, mert ugye ez is olyan faktor, amit bele lehet számolni, hogy aki először szavazott, az vajon másodjára is valószínűleg az másodjára is. Hát nem tudom, én ha előválasztásról részt veszek, és a kidob a rendszer. Jó, hát miért? Ha egy héten kétszer ehetsz rántott húst. De jó, csak nem biztos, hogy a szavazás ez rántott húsevéshez. És köszönjük, hogy ilyen nagy részvétellel, ilyen nagy felhatalmazást adtatok mind a 106 képviselő jelöltünknek, mind pedig a majdani közös miniszterelnök jelöltünknek. Végezetül köszönjük annak a több ezer szervezőnek, akik a sátrakban dolgoztatok Nyírségtől Zaláig, akik a gépeknél operátorkodtatok reggeltől estig, és akik ma reggeltől estig a szavazatokat számoljátok. Külön is köszönöm azoknak a momentumos hősöknek, informatikusoknak, kiberbiztonsági szakértőknek és projektmenedzsereknek, akik miután segítettek megmenteni az előválasztási rendszert, azután segítettek csúcsra járatni az online szavazást is. Igazi csapatmunka volt, most pedig izgalommal várjuk az eredményeket. Hát nagyon felemelő. Tudod, mi gondolkodtam még? Hogy simán elképzelhető, hogy a második fordulóban kevesebben fognak szavazni, mint az elsőben. Ugyanis ugye nem lesz egyéni képviselőjelölt választás. Igen. Na most egy nyírségi faluban vagy egy Zalaiban, mert ahogy hallottuk, nem Zalai, mindig olyan egyszerű ám a szavazatleadása sok esetben személyesen például. Igen, de hogy ráadásul, ha nem szavazhat a helyi ügyekben, akkor... Akkor kevesebb lesz az érdekeltsége, de mondom, mivel akkora közben a távolság sok esetben, meg valakinek az online szavazás, az, hát mondjuk az történtek után meg is értem, ha mondjuk annyira nem szimpatikus, mint opció, de ha ezt így megnézzük, hogy mondjuk neki helyi érdeke nem fűződik hozzá, és közben meg mondjuk neki kényelmetlen esetleg leadni a szavazatot, akkor ez valóban egy olyan faktor lehet, amivel csökkenhetnek ezek a számok. Közben egy órán belül érkezhetnek az első hivatalos eredmények. Több választókerületben már 75-80%-os a feldolgozottság, és az előválasztás hivatalos oldalán rögzítik, még nem látunk eredményeket. Közben elmondom, hogy a következő órában is lesznek vendégeink. 15 óra után kapcsoljuk először Borsodabói Zemplén megyéből Szilágyi Sándort, aztán Somogy megyéből Hoffmanné Hetesi Noémit, aztán Hajdú-Bihar megyéből Móricz Pétert, utána Jász-Nagykun Szolnok megyéből Kormos Ferencet, Békés megyéből Hajdú Sándort, Nógrád megyéből Csészerémi Andreát és Heves megyéből Tice Károlyt. Ez lesz ebben az órában a programunk, és 16 óra után pedig már jönnek politikai elemzők is, Nagy Attila Tibor lesz a vendégünk, dr. Magyar György ügyvédügyő, a Civil Választási Bizottság elnöke, Pulai András a Publikus Intézet ügyvezető igazgatója, 17 óra után pedig Rotyis Bálint politológus, a Nézőpont Intézet elemzője, Ceglédi Zoltán politikai elemző és Han Endre a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet vezérigazgatója lesznek majd a vendégeink, illetve lesznek még tudósítóink más településekről is, és ha bármi fejlemény van, akkor majd oda kapcsolunk az eredményvárók helyszínére is, ha mond bárki beszédet. Azt tudjuk, hogy a Jobbik nem mond, de elvileg Jakab Péteren túl Márki-Zay Péter, Fekete Győr András nem. Márki-Zay Péter, Dobrev Klára és Karácsony Gergely fognak beszédet mondani. Érdekes az is, hogy az Instagram oldalamon indítottam egy szavazást, hogy szerintetek kinyeri az ellenzéki előválasztást. Ott lévén, hogy a szavazásnál két emberre lehet szavazni, Dobrev Klárát és Karácsony Gergelyt kérdeztem, és az az eredmény jött ki jelen pillanatban, hogy 60% Karácsony Gergely, 40% Dobrev Klárának a győzelmét vizionálja. Érdekes. Érdekes. Hát az biztos. Én személy szerint, ha azokat az alapinformációkat nézem, amiket így eddig hallottunk felmérések alapján, azért én Dobrev Klárára hajlanék sok tekintetben. Ugye azt is látni kell, hogy természetesen ez se végleges, meg azért sokan azt mondják például, hogy az ellenzéknek nem biztos, hogy ő lenne a legjobb jelölt. A Fidesz örülne. Hát az biztos. Leegyszerűsödne a kérdés szerintem. Tehát ott hát akkor ugyanazt Gyurcsány, ott még azt se kell magyarázni, hogy Karácsony Gergely 99%-ban Gyurcsány, mert hát Gyurcsányné. Tehát, hogy igazából össze lehet kötni a szálakat. És a Fidesznek ez egy olyan zicser, amit nem biztos, hogy amúgy az ellenzéki szavazók akár szeretnének. Ez a kérdés, hogy például aki rászavaz Márki-Zay Péterre, és úgy látszik, hogy magas számban vannak, ének rászavaz-e Dobrev Klárára. Vagy akkor tényleg azt mondják, hogy akkor inkább az Orbán Viktor. Hát ugye az is tényleg, aki mondjuk kimaradnak jelöltek a
ugye a következő fordulóból Fekete Győr András, Jakab Péter, ugye esetünkben még nem dőlt el, hogy Jakab Péter, Márki-Zay Péter, de azért, amit hallottuk a rendezvények a címadása. Szóljanak a Márki-Zay Péternek, hogy bocsi, mégse. A rendezvények a címadása, az akkor igen, csak vicces kontextusba kerülne, de ha azokat, arra lennék egyébként még kíváncsi, hogy azok az emberek, akik rájuk szavaztak, tehát a két lemaradt jelöltre, azok vajon szavaznak-e másra, ha egyáltalán szavaznak, hiszen azért mondjuk egy tőzsgyökeres jobbikos szavazó lehet, hogy mondjuk megsértődik, vagy nem tudom azért, mert hogy a Jobbik jelöltje nem jutott tovább, vagy csak egyszerűen átszavaznak valaki másra, és ezen az átszavazásnál például ki az, aki a legesélyesebb. Hiszen mondjuk Márki-Zay Péter egyik pillanatról a másikra akár nagyon népszerű is lehet, mint az új feljövő favorit, és ha mondjuk a Fekete Győr András szavazói közül, vagy a Jakab Péter szavazói közül meg tud magának csípni mondjuk akár csak kisebb részeket, darabokat, az nagyon izgalmas lehet a végére. Október 23-ára pedig békemenetet hirdetett a Fidesz méghozzá azzal a felkiáltással, hogy ne engedjük, hogy visszatérjen a Gyurcsány korszak. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a választási kampányt erre a témára fogják felfűzni. Ez a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírásgyűjtés. Egy nagyon egyszerű kommunikáció, ez meg kicsit talán méltatlan is, de úgy tűnik, hogy mégis működik. Hát ugye azokat a számokat, amiket eddig mondtak a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony. Stop Soros, minden izé, stop minden, mindenkit is megállítanak. Tehát, hogy amit az aláírás gyűjtésre, ugye ők publikáltak számokat, azok szintén, hogy mondjam, maguk nemébe vagy nagyon meggyőzőek. Ugye most jelen pillanatban az például természetesen több aláírással rendelkezik, mint az előválasztási résztvevők számának összessége. Tehát, hogy ezek is egyébként árulkodóak lehetnek. Ugye természetesen ott se ír alá minden Fidesz szavazó. Vannak arányok, különbségek, stb., de például ez is azért talán árulkodó abban a tekintetben, hogy az ilyen előjátékok folyamán mekkora részvételt tudnak megvillantani a kormánypárton és az ellenzéki oldalon. Nem tudom, talán lehet ez is ilyen reprezentatív, hogy arányait tekintve mekkora a támogatottság a két oldal mögött. Ami még kérdés, hogy vajon a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírásgyűjtésnek hány aláírója lesz? Mert ha több, mint ahányan az ellenzéki előválasztáson szavaztak, bár tény, hogy könnyebb aláírni egy ilyen petíciót. Egyébként már egész szép számokat, rá is, mert mégis nézhetnénk. Nyugodtan keres rá, én addig egy intermezzó keretein belül leveszem az akómat, mert nagyon meleg van a stúdióban. Mert ugye azért érdekes ez alapvetően, mert ha mennyire én emlékszem, ennek az aláírásgyűjtésnek a számai már, hát igen, itt azt írja, hogy Orbán Viktor állítása szerint már 700 ezeren aláírták a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót, ami azért, ha őszintén akarunk lenni, azért egy egész de most nem fagyott le szám. A rendszer. Hát meg nem, egyébként azt lehet digitálisan? Én le vagyok maradva, az lehetséges? Azt csak megpróbáljuk, rákeresünk. Mert a nemzeti konzultációt ki lehetett. És akkor éli odásban alá is írjuk. Gyurcsány, Stop Karácsony. Nem lehet. Hát egyébként lehet, hogy ez a sikertitka. Kevesebb digitalizáció, ki tudja. De szóval például ez azért egy elég masszív és meggyőző szám, és ugye ez nem egy előválasztás, ez egy petíció, amit aláírtak random 700 ezeren. Még dal se készült róla. Hát pedig szerintem ez nagy hiba egyébként. Egy gyönyörű dalt lehetett volna belőle írni. Igen. No, lassan aztán újra tudósítóink fognak érkezni, és látom, hogy szép számmal figyelnek minket mind a Hit Radio Facebook, mind a YouTube csatornáján, és az online térben a hitradio.hu-n is hallgatnak minket. Írjatok nekünk bátran tippeket, hogy ki fog nyerni. Meg akár azt is, hogy mondjuk megírhatjátok azt is persze, hogy mondjuk hol vagytok, hol laktok, mit láttok, mit hallotok, azt is szívesen elolvasnánk, hogy úgy igen, általában hogy ti mit tapasztaltok. Írjatok a Hit Radio Facebook és Instagram oldalára, azt mi is látjuk, hogy ti hogy éritek meg ezt a komoly előválasztási izgalmat. Aztán akkor most egy rövid kapcsolási szünet következik, oldalra nézünk, igen, és utána pedig már folytatjuk is Borsodaba Új-Zemplén megyével. Az talán izgalmasabb lesz, hiszen például Miskolcon ott ellenzéki városvezetés van, és hogyha jól hallom, akkor Szilágyi Sándor Borsodaba Új-Zemplén megyéből már itt van a vonalban. Szervusz, köszöntünk! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, nem tudom ki mit csinál. Jelen pillanatban mit lehet tapasztalni a helyi körülményekből? Te hogy ítéled meg az előválasztás izgalma, ráragadt a helyiekre is? Hát, ha mondjuk csak abból indulok ki, hogy kik voltak, meg mennyien kíváncsiak Dobrev Klárára, vagy Karácsony
Ra, itt Miskolcon, akkor azt kell mondjam, hogy hát az inger küszöböt nem nagyon ütötték át. Voltak ilyen látogatások? Nemrég lent volt Doblev Klára, őt elvitték egy külvárosi művelődési ház elé, ahol kiültettek körülbelül 100 nyugdíjast. Nagyon, ha megnézem a városi portál által tudósítást, nagyon mások nem voltak láthatók a hallgatóságban. Karácsony annyival bátrabb volt, hogy ő bement a város centrumába, és nagyjából 50 embert úgy meg is szólított, tehát nem volt egy izmos egyik sem. Pedig azt hinné az ember, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ott az ellenzéki hangulat az mégiscsak tombol. Lehet azt ugye látni, hogy azért Borsod megyében vannak ellenzékérzések, bár azt is látom, hogy a Fidesz népszerű politikusokkal igyekszik ledolgozni ezt a hátrányát. Például Varga Judit igazságügyi miniszter ott Borsod megyében elég aktív mostanában. Hát igen, szóbeszéd szintjén hallottam, hogy ő lesz az egyik induló itt a Miskolci, egyik, azt hiszem az első számú kerületben. Kétségtelen tény, hogy ő jó név, mert egyébként, ha megnézzük a országgyűlési választást, a 2018-as és összehasonlítjuk a 2019-es önkormányzati választást, azért jelentős átrendeződés tapasztalható. Ugye az országgyűlési választáson mind Miskolcon, mind Borsodban tarolt a Fidesz, az önkormányzatin pedig gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy majdnem 180 fokos fordulat történt, tehát az ellenzék felé borult a mérleg. Ez a hangulat most annyira nem köszön vissza itt a társadalmi életben. Nem megjósolható, nem megbecsülhető a jövő tavaszi kimenetel. De hát akkor azt nem tudod megmondani, akár csak egy hangulat radar alapján sem feltétlenül, hogy ha ugye sikerül kiállítani az ellenzéki előválasztás során a jelöltet, akkor az mekkora eséllyel fog indulni a Fidesz ellen. Igen. Most, hogy itt előttem vannak, ugye még nem tudjuk az eredményeket, hogy ki lett, de hát én most Miskolc vonatkozásában úgy nagyjából borítékolom, hogy az egyes körzetben Simon Gábor lesz a befutó, az MSZP-s. Ő egy régi motorosa a pártnak. Igen, régi baloldali figura. Volt még talán előzetes letartóztatásban is, nem? Ez nem az a Simon Gábor. Ja, hogy egy másik? Ó, bocsánat. Nem, ez egy másik. Ne keverjük őket, nem kell meggyanúsítani. Ez a Simon Gábor egy ügyvéd, dr. Simon Gábor. Tehát ő nem tudok róla, hogy letartóztatásba lett volna. A névrokona az viszont volt, igen, de teljesen máshol, nem Borsodba. Tehát ő itt egy régi MSZP-s buta darab Miskolcon, ugyanúgy a kettes körzetben szerintem befut a dr. Varga László, aki most is országgyűlési képviselő. A megyében a többieket nem tudnám megmondani, hogy ki várható befutónak, majd meglátjuk az eredményeket. Ugye ami kérdéses, az az Ózdi körzet, ezzel a karlendítéses jobbikos figurával. Ott van a karlendítéses jobbikos. Igen. Akitől azért többen elhatárolódtak nyilatkozatok szintjén, például Karácsony Gergely is, de a tényleges valóságban ő továbbra is jelölt és talpon van, nem? Jelölt, itt az egyik helyi portálon olvastam egy érdekességet, így képeket is mellékeltek, hogy verőlegényekkel tartotta távol a másik jelöltől az MSZP-s Kis Sándornak a minek nevezik ezt, ahova kitelepülnek, pulbitus, nem pulbitus. Standoláshoz. Ilyen erősebb figurák tartották távol az oda szándékozókat, páran ezen felháborodtak és képeket is megosztottak erről. Tehát azért ez felvet kérdéseket, hogy mennyire barátságos ez az együttműködés az ellenzéki tagok között. De az Ózdi jobbikos jelöltnek van esélye Ózdon, ami azról azért hát, hagyományosan nem a szélső jobb jut eszünkbe. Bár ott jobbikos hát a polgármester. Ott jobbikos a polgármester, Janicsák a polgármester, jobbikos. Tehát ugye a jobbik részéről ne felejtsük el a permanens rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat, amik nem mérséklődtek az elmúlt, csak gondoljunk a másik borsodira, a bíró, azt hiszem Bíró Lászlónak, azt a jelöltet. Az antiszemita kijelentéseivel. De ő visszalépett, ugye? Vagy ő is ő visszalépett. Csak én most arra akarok utalni, hogy a jobbik jelentősen azokon a területeken erős országszerte, ahol
nagyobb arányú a roma lakosság a társadalomban, és ott ugye hát itt Borsodban én látom, tapasztalom, hogy olyan rasszista hangokat ütöttek meg, amit most egy kicsit visszafogtak az elmúlt egy-két évben, de előtte meg jelentős, a bűn BTK kategóriát szerintem kimerítő cselekmény volt, amivel azért a társadalomnak egy részét maguk mellé tudták állítani, mert azért a cigány ellenes hangulat azért a társadalom egy részében érzékelhető, és ezt ők meglovagolták, és meglovagolják a mai napig. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szilágyi Sándort hallottuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. És folytatjuk méghozzá Somogy megyével. Hoffmanné Hetesi Noémi van a vonalban. Szervusz, köszöntünk téged is a műsorban. Hello, szervusztok, Hoffmanné Somogy megyéből. Mi újság ott a helyi előválasztások során? Ki ott a, talán a legesélyesebb jelölt a te megítélésed lett szerint? Nagyon bonyolult itt Somogy megyében, mert jelen pillanatban a Jobbik az, aki erős és sok jelöltet állított. Ugye 4 választókörzet van itt Somogy megyében, és mindegyikben van Jobbikos jelölt. És egyébként ők voltak azok, akik az országgyűlési választáson is másodikként általában befutottak. Tehát itt a baloldali, hagyományos baloldali szavazók, azok vagy visszavonulót fújtak, vagy nem tudom, hogy mi történhetett, mert egyébként az egyes választókörzetben és a Balcs környéken is, Kaposváron is korábban jelentős baloldali politikusok, mint például Ampert Mónika, vagy Kolber István, vagy ugye Zukman Tamás az országos politikában igen komoly szerepet játszottak. Ez valahogy 2010 óta nem így van, sőt, gyakorlatilag nem is tudnak olyan jelölteket állítani, akik komolyabb támogatást tudnának elérni, DK-sokat sem. Tehát most jelen pillanatban nagyon érdekes a helyzet. Vannak olyan körzetek, ahol a DK is indított jelöltet, Kaposvár is ilyen egyébként, Balcson is van DK-s jelölt, de olyan jelöltek, akik vagy korábban egyáltalán nem szerepeltek még így a politikai palettán, vagy olyanok, akik a 2018-as választásokon nagyon kicsi támogatással tudtak egyáltalán talpon maradni az országgyűlési választáson, úgyhogy nagyon érdekes helyzet van Kaposváron is egyébként, meg a vidéki körzetekben is, és nincs ez a nagyon nagy hangulat, hogy most így az emberek mennének és tömegével akarnának itt az előválasztáson szavazni, vagy egyáltalán véleményt nyilvánítani. Én Kaposváron is azt tapasztaltam, hogy igazából nagyon kevesen, tehát sorálás az biztos, hogy nem volt, hanem így szállingoztak az emberek az elején talán kicsit jobban, az utóbbi napokban meg egyáltalán nem. Alapvetően Somogy megye inkább fideszesnek számít jelenleg, vagy inkább ellenzékinek? Szerintem inkább fideszesnek. Tehát jelen pillanatban én azt mondom, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ellenzék. Ennek az oka az is, hogy nem igazán szerepelnek, tehát nem próbálnak semmilyen olyan politikai kezdeményezést tenni, amivel akár itt a megyében egy kicsit mozoghatnának. Volt közöttük belső konfliktus is, tehát ez a nagy összefogás, amit ugye országosan hallunk, hogy milyen jól megvannak, ezért ez itt Somogy megyében nem annyira jellemző, sem a DK és az MSZP között sem a Jobbik és a többi párt között sem. Itt azért tudnak válogatni, tehát itt úgymond van verseny, tehát vannak jelöltek, több jelölt is van, de nem olyan emberek, akik akár meg tudnák szorítani a Fidesz. Tehát olyan új arcok, akiket úgy Kaposváron egyébként ismerünk más területről, mint például a DK-s jelöltet, a Varga Istvánt, aki amúgy a közéletben szerepelt, újságíró is volt korábban, az egyetemen oktat, de nem ilyen szempontból, és sosem vállalt jelentősebb politikai szerepet. Most valamilyen furcsoknál fogva Kaposváron a DK őt indította. Igaz, hogy 2018-ban pedig egy olyan budapesti jelöltje volt itt helyben, aki elbukott. Tehát gondolom próbált valaki helyi jelentőségű szemét keresni, akivel esetleg jól szerepelhetnek, de szerintem nem a legfelelő ember találták meg, mert egyébként volt olyan, például az MSZP-s polgármester jelölt, aki korábban polgármester jelölt is volt, és az önkormányzatban is már hosszú ciklusok óta ott van, Pintér Attila, akinek voltak jelentősebb kezdeményezései és sikeres kezdeményezései Kaposváron, például a gumiégető ellen való fellépése az elég komoly teret kapott itt a városi közéletben, de őt nem indították, elsőt visszaléptették a DK-s jelölt javára, ez is konfliktus okozott itt Kaposváron, például a baloldali szavazók körében. Tehát vannak olyan
én legalábbis így érzékelem, de mások is, ismerősök is mondták, hogy minthogy egy ilyen nyomás lenne helyezve a helyi szereplőkre, és budapesti megegyezések születnének a helyi, tehát a helyi ilyen összefogástak az ismerete nélkül. Tehát igazából itt nálunk én azt látom, hogy a Fidesz valószínűsíthetően hozza majd a jó eredményt a következő választáson is. Az ellenzéki központból mennyire tartották fontosnak ezeket a körzeteket? Érkezette például olyan országos politikus miniszterelnök jelölt, aki megpróbálta felrázni ezt az alvóbállapotot? Én kizárólag Doblev Kárálról tudok, hogy ő volt Kaposváron, de itt is inkább csak az idősebb szavazóbázis tudta is, mert ahogy hallottam, itt a többiek is mondták, hogy főleg nyugdíjasok vesznek ezeken a rendezvényeken részt. Próbált kitelepülni is például Kaposváron a városban, de nem, tehát olyan időpontokban is volt ez a rendezvény, ami szerintem már csak az, amiatt sem vonzott nagy tömeget, de rajta kívül én nem tudok más szeméről, aki eljött volna, pont emiatt, mert korábban itt helyben, Somogy megyében ez az összefogás egyáltalán nem működött. Tehát itt én úgy látom, hogy ezt a megyét, mint elengedték volna, tehát talán itt tudnék fogalmazni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad nekünk. Somogy megyéből Hoffmanné Hetesi Noémival beszélgettünk. Hát még mindig nem érzem úgy, hogy a vidék Magyarországán nagy lenne az ellenzéki tolongás. Aztán lehet, hogy majd komoly meglepetések lesznek, de ha belegondolunk, ugye 2019-ben az önkormányzati választásokon az elmúlt időszak legjobb eredményét ért el az ellenzék. És ott volt pár megyei jogú város, amit megszereztek, illetve Budapest, de azért a vidék valósága még mindig az, hogy ott tarul a Fidesz. Igen, és érdekes lesz azt látni, hogy mennyire tudnak ezen fordítani, hiszen azért valamilyen szinten biztosan várható változás ebben, tehát én azért azt igencsak valószínűtlennek tartom, hogy az a fideszes kétharmad, ami legutóbb ugye összehozatalra került, az esetleg megismétlődne. Arra leszek elsősorban kíváncsi, hogy milyen körzetek lesznek azok, ahol esetleg az ellenzék tud fordítani ezeken a túlnyomásokon. Hát szerintem a következő vendégünk körzete nem ilyen. Móricz Pétert kapcsoljuk Hajdú-Bihar megyéből. Vajon Kósa Lajosnak sikerül-e megfelelő ellenfelet találni? Móricz Péter a vonalban. Szia, köszöntünk a műsorban. Szervusz Tamás, üdvözöllek András téged is, és a kedves hallgatókat is. Na mi a helyzet nálatok? Egyértelműen megélénkült a közélet. Debrecen város utcáin nagy mozgolódás van. Mind a két nagy tömb kitelepült, a Fidesz is erőteljesen nyomja a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampányt, és az ellenzék is az előválasztással kb. Talán 10 sátorral is jelen van a város különböző pontjain. Azt látni, hogy jelentős mind a két tábornak a mozgósítási ereje. Én viszonylag sok szavazót látok az előválasztási sátornál, sátraknál is, de az a szembeötlő, hogy főleg időseket. Ha megkérdeztem, hogy ez miért lehet, akkor azt a választ adták, hogy a fiatalok valószínűleg a neten próbálnak szavazni, de az szemmel látszik, hogy elsősorban az idősek mozdultak erre. Kósa Lajossal kapcsolatban ugye azt tudjuk, hogy talán 98 óta minden választást egyéniben hozott Lajos. És most is úgy néz ki, hogy jók az esélyei. Legutóbbi választást 47,1%-kal nyerte. És most ott van egy botrány pont az ő körzetében. Az MSZP Párbeszéd indította a volt egyetemi rektort. Vele szemben a Momentum egy pizza futárt indított. És az országos alkuk következményeként bekerült a kosárba a Lajos körzete is, és ott az történt, hogy az MSZP visszavonta a rektor úrnak, a volt rektornak a jelölését, és beállt a pizzafutár mögé. Erre a rektor úr jelezte, hogy akkor elindul egy önálló jelöltként is, azonban ezt az ellenzéki előválasztási bizottság megakadályozta, nem került fel a szavazatlapra. Akkor várható, hogy ő elindul a 22-es rendes választáson, nem? Még az is benne van a pakliba. Egyébként lenyilatkozta az MSZP, hogy nagyon tisztességes, nagyon rendes embernek tartják, de az országos alkuk erre kényszerítik őket, ahol egyébként szinte minden körzetben van ezzel kapcsolatos feszültség. Jelen pillanatban Hajdú-Bihar megyein azt látom az egyik legunalmasabb megyének ígérkezik választási szempontból. Ne aggódj, nem csak az.
ami 9 választási körzet volt, ugye 2010 előttig, akkor is hozta a Fidesz mind a 9-et, most 60, és azóta is hozza mind a 6-ot. Uh-huh. Én nem gondolnám, hogy olyan nagy földrengésszerű változás itt várható lenne. A Kósa körzetével kapcsolatban ugye fölmerültek kérdések, mert ugye belekerült most az országos sajtóba több üggyel kapcsolatban is. Nem látni, hogy megtépázta volna ez a népszerűség. Viszont ugye 47%-ot ért el, és a választási matek alapján az 53 több a 47-nél. Magyarul, hogyha összefognak ellene fegyelmezetten, akkor akár még esély is lehetne. Igen, bár még most jelenleg 4-5 jelölt látszik, hogy elindul a körzetébe. És még nem tudni, hogy akkor most itt ezek az alkuk tényleg létre fognak-e jönni, és esetleg a Gyurcsánynak az egyik ismert ember, a Varga Zoltán, talán ő lehet a legesélyesebb ellenfele, aki ugye legutóbb egészségpolitikusként jelent meg a nyilvánosság előtt, bár nem tudunk semmiféle ilyen jellegű végzettségéről. Egyébként Gyurcsány Ferenc is meglátogatta Debrecent, meg Dobrev Klára is. Biztos olvastátok a sajtóban, hogy azért ebből volt egy kis cirkusz is. Igen, igen. De hogy látod egyébként, hogy akár az előzőek felsorolt szempontok alapján, hogy van egyáltalán bárki olyan, aki esélyes lehetne, mint akár egységes ellenzéki jelölt Kósa Lajossal szemben? Tehát látsz el esélyt, vagy azért szerinted azért ez a helyzet nagyon is a Fidesz javára dől? Hát ők bizakodóak, és az a helyzet, hogy én is osztom a véleményét. Nemrég voltunk együtt néhány dologban Lajossal, és én arra számítottam, hogy bárhol, ha esetleg a nyilvánosságban, nyilvánosságot föltűnik, akkor esetleg beindul a beszólogatás, vagy egyáltalán bármiféle negatív reakció, hogy na itt van a Kósa, vagy bármi. Ellenkezőleg, ahogy meglátták, képviselő úr, Kósa úr, én magának nagyon szurkolok. Nem fordultak el tőle a választók. Szelfiket kértek tőle, és bárhol megfordultunk, ez történt. Én voltam a legjobban meglepve, föl voltam készülve, hogy itt most cirkusz lesz, de nem. És megkérdeztem, hogy ez így van máshol, és azt mondja, hogy igen. No, hát meglátjuk. Vigyázó szemünket Hajdú-Bihar megyén is tartjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Móricz Péterrel beszélgetünk. Közben jöttek nem hivatalos eredmények. Az Index és a Telex információi szerint jelenleg úgy áll az erős sorrend, hogy Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, Jakab Péter és Fekete Győr András. A Telex információi szerint Dobrev Klára, tőle elmaradva fejfej mellett Karácsony és Márki-Zay Péter, Jakab Péter tőlük kicsit lemaradva, és Fekete Győr András pedig mindannyiuktól csúnyán lemaradva, idézett a Telextől. És vannak egyéni választókerületekről is nem hivatalos eredmények. Elvileg Szél Bernadett megnyerte Budaörsöt, Szabó Sándor megnyerte Szegedet, Bőszanett megnyerte Érdet, Ceglédi Csaba megnyerte Szombathelyt, és Sziráki Pál megnyerte Szolnokot. Szolnok azért is lehet érdekes, mert itt van velünk a vonalban Kornos Ferenc, Jásznagykun Szolnok megye tudósítója. Szervusz, köszöntünk a műsorban. Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat. Reálisnak tartod, hogy Sziráki Pál megnyerte Szolnokot? Hozzám nem jutott még el az információ, de nyilván ennek volt a legnagyobb esélye előzetesen is az esélylatolgatások alapján. Na, mit tudunk a szolnoki körzetről? Van-e ott esélye egyáltalán az ellenzéknek, illetve kik a jelöltek még Sziráki Pál mellett? Az a helyzet így előzetesen, hogy elég rárepültek a kisebb pártok is Szolnok városára, mivel itt azért az előző választáson is elég szoros volt a csatározás, és úgy gondolták, hogy itt talán nagyobb eséllyel tudnak sikeres jelöltet indítani. Ezért ugye az LMP, illetve a Momentum is indított. Hát a Sziráki Pál igazából a Jászkó Volánnak a vezérigazgatója volt korábban, gazdasági ember alapvetően, és ő mögé állt be a DK, a Jobbik, a liberálisok és a tüdőbázis is egyaránt, és az MSZP-nek a megyei vezetője is. Hogy látod egyébként, hogy a jelenlegi állás szerint az ottani körzetben az általad tapasztalt, hát ilyen személyes interakciók alapján az ellenzéki előválasztás mekkora népszerűségnek örvendett? Számított az emberek szemében? Hát ami személyes tapasztalatom volt, az az, hogy a
az elmúlt napokban azért többször láttam itt a városnak a legnagyobb lakótelepén, hogy sorok alakultak ki a szavazó sátor előtt, és úgy láttam, hogy azért volt érdeklődés, és aktivizálták magukat az emberek, és kisebb településeken is láttam, hogy azért a sátrak körül azért volt mozgás, tehát nem mondhatni, hogy mondjuk teljes érdektelenségbe hullott volna ez az akció. Azt még esetleg, arra látsz esetleg nagyjából valamilyen jelzőt, vagy mutatót, amiből meg lehet ítélni azt, hogy akkor végül ténylegesen és hivatalosan ki lesz hirdetve a körzetgyőztes, akkor az milyen eséllyel fog a Fidesszel szembeszállni? Hát, ahogy említettem, tehát 4 éve is elég szoros eredmény volt, ott a Kállai Mária a Fideszes önkormányzati, illetve országgyűlési képviselő. Hát én úgy gondolom, hogy azért ez jelen pillanatban kétesélyes, főleg, hogyha így a teljes ellenzék beáll, így a most győzelmet arató jelölt mögé, mert szoros volt az eredmény, és előtt. Tehát akkor Szolnokon akár még tényleges verseny is lehet? Szerintem igen, ugye egy kis kavarodás azért volt az ellenzéki pártok között, ugye nagyon megosztotta az MSZP-t is, a helyi MSZP-t. Tehát tulajdonképpen ott is voltak viták MSZP-n belül, hogy kit támogassanak, de most, hogy így, ha egyértelművé válik a dolog, és valóban, hogy mondjam, tehát frusztráció nélkül mindenki beáll a győztes mögé, akkor itt valóban szoros versenyre lehet számítani. Mi a helyzet a többi választókerülettel? Hát 2 választókerületről azt hírlik, hogy ott a Jobbik támogatásával, illetve jelölésével megnyerhetik 2 körzetet, legalábbis ezt gondolják előzetesen. Az egyik az a Törökszentmiklósi, mondjuk itt egyetlen is a dolog, mert úgy tudom, hogy nincs is más jelölt. Igen, akkor ott nem lesz nagy meglepetés. Ott nem lesz nagy meglepetés, és a másik pedig a karcagi körzet, ahol még arra számolnak, hogy esetlegesen a Jobbik tud eredményt felmutatni, bár ott egy igen erős elleg vár a karcagi, tehát ott elég erős a beágyazottsága a Fidesznek. Ha jól tudom, még Varga Mihály pénzügyminiszter is Karcagról származik. Így van, illetve a korábbi Fazekas miniszter úr, a Szakművelésügyi Minisztérium vezetője. Hát ott azért elég nehéz dolguk lesz. Hát még az érdekes az a Jászberény körzet, ahol igazából egy ilyen baloldali csatározás zajlik a DK által jelölt egykori polgármester Gedei, illetve az MSZP által támogatott jelölt között. Ott is szoros verseny várható a 2 baloldali párt jelöltje között. Nem tudom, hogy onnan van-e már esetleg. Még nem látunk hivatalos eredményeket, továbbra sem folyamatosan figyeljük, de szerintem fél órán belül látni fogjuk, és nyilván akkor majd többet fogunk tudni róla. Te hogy érzékelted, voltak azért tömegek az előválasztási sátraknál? Hát, ahogy az előbb említettem, tehát egyedül itt a Széchenyi lakótelepen kb. 30 ezer ember lakik a városból. Ott láttam, hogy többször, ahogy délután elautóztam, ott láttam, hogy sorok vannak, és tehát itt úgy láttam, hogy folyamatosan volt munkájuk a szavazatot gyűjtőknek. Nagyon szépen köszönjük Kormos Ferencnek is, ez volt tehát Jász-Nagykun Szolnok megye, és akkor most ismét van egy kis szusszanásnyi időnk, hogy megbeszéljük itt a dolgokat. A szusszanásnyi időben azzal is kezdhetjük, hogy itt előttem vannak itt a hírek, és azt mondják, hogy a szavazatok eredményértékelői este 7 óra után lesznek várhatóak. Akkor nem alszunk. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd az események. Elvileg olyan lassan halad a szavazás, hogy még Baranyi Krisztina is szavazatszámlálónak állt, hogy segítse a munkát. Lehet, lefagytak a szavazatszámláló emberek is.
hála Istennek azok nem robotok még, mi azért nem élünk a Terminátor korszakában. Pedig akkor ez még, ha a Terminátor korszakában élnénk, akkor ez egy valós veszély lehetne, hogy lefagy a szavazott számlálók serege, de jelen pillanatban a hírek szerint nem lefagytak, sőt, egyre szorgalmatosabban számlálják a szavazottakat, és remélhetőleg minél hamarabb. Csináljunk tippversenyt, mire tippeltek, ki hány száz, hogy mondjuk, hány, ha Dobrev Klára áll az első helyen, hány százalékot kaphatott vajon Dobrev Klára? Mit tippelsz? Fú. Számoljuk. Szerintem, ha visszafelé megyünk, ehhez nyitok egy jegyzettömböt, mert ez már durva. Közben hallgat. Egyébként, ha valakinek van saját javaslat, a kommentben nyugodtan nyújtja meg nekünk, és szerintem látjuk. Szerintem Fekete Győr András, ő kaphatott 8%-ot. Mert azt mondták, hogy ő nagyon le van maradva, akkor Jakab Péter mondjuk kapott 18-at. Márki-Zay Péter mondjuk kapott 23-at, és Karácsony Gergely is 23-at, ez ugye 46, nem az, nem jön ki a matek, várja. Hogyan csináljuk közvéleménykutatást? De ezt most megpróbálom megfejteni, csak egyébként, ez a... Amikor így megkérdezted elsőre nekem, ami így az eszembe ötlött alapvetően szám, az így talán így a 30-valahány volt talán így, ha így tudom. Az igen. Tehát, hogy én valahogy azt érzékelném, lehet, hogy mondjuk a 40-hez közeli oldalán, de hogy nekem ugye elsőre talán ez jutott eszembe, hogy talán a körül lehet, és akkor attól függően természetesen az utána következő jelöltek ugye különböző százalékokban. Amúgy nem is lőttem be olyan rosszul a saját érzéseimet, aztán tehát mondjuk itt egy kicsit még variálok rajta, ha innen leveszünk 2%-ot meg innen is, és azt a négy. Egy kedves hallgató közben ír, hogy bármennyit kapnak, az túl sok. Én a következőt tippelem. Fekete Győr András 8%, Jakab Péter 18%, Márki-Zay Péter 21%, Karácsony Gergely 22%, és Dobrev Klára 31%. Ez lesz az én tippem. Ha bejön, akkor... Ezt akkor menj le, és akkor majd... Akkor engem hallgatnak a Pegasus-szal. Egy másik hallgató azt, hogy szerintem Márki-Zay Péter fogja nyerni. Az egyébként még, hogy beszéltük az első fordulót nyilván nem, de a veszély, hogy esetleg az utána következőt azt igen, és ez valóban egy érdekes változtatás lenne egy az eredmények tekintetében. Egy másik kedves hallgató szintén Márki-Zayról azt írja, hogy ő tartja a legveszélyesebbnek. Indoklása szerint, ha ő egy kereszténynek, középen levőnek adja ki magát, és több ügyet is itt említett a kommentjében, hogy szerintem miért veszélyes. Köszönjük ezt a meglátást is. Alapvetően Márki-Zay Péter továbbjutása már önmagában egy olyan fejlemény, amit már előzőleg is elmondtuk, hogy nagyon izgalmas, de egyszerűen tényleg ez az ilyen politika iránt érdeklődő emberek számára az egy kicsit ilyen tényleg ilyen ingyenc falatként került elő ez, hiszen Márki-Zay Péter a maga nemében tényleg egy hát az, hogy sehonnan, de azért egy nagyon messziről jött jelölt, nincsenek mögötte nagy pártok, és hát ez jó is lehet. Igen, és jó is lehet, és az izgalmakat mindenképpen. Az egy izgalmas helyzet lenne, ha lenne egy párton kívüli miniszterelnök, aki ugye szakértői kormányt szorgalmaz. Közben itt a vezérlőben nézek a kollégákra, a kedves kollégák, ti is írjátok meg, hogy mit tippeltek. Szabó József kollégánkat amúgy is majd behívjuk beszélgetni. Bezony. Is. De a tippjét már most megírja nekünk mindjárt, hogy ő pontosan hogy látja, hogy milyen... De mondjuk egyébként amit te leírtál, én azon nagyjából egyet tudok érteni. Nekem is hasonló számok fogalmazottak meg így elsőre. Milyen érdekes lenne, hogyha betippelnénk. Csúsznak az eredmények, SMS-ben hívnak számolni újabb embereket. Az eredeti szervek szerint már kora délután közölték volna az első eredményeket, aztán az első bejelentés időpontja folyamatosan csúszott. Információink szerint ennek hátterében az állt, hogy jóval lassabban megy a szavazatszámlálás, mint azt tervezték a szervezők. A munkában civilek és pártok aktivistái is részt vesznek. Az MSZP már SMS-ben hívja tagjait segíteni, de hallottunk olyanról is, hogy önkormányzati képviselőket hívtak be a 4. kerületi központba estére, mert nincs elég ember. Nincs meg Karácsony Gergelynek az elég szavazat. Akár késő estig is eltarthat a számlálás, nem tudni, mikorra lehet végeredmény. Innen üzenném a kedves feleségemnek, hogy nem biztos, hogy hazaérek 6-ra. Hát nem biztos, hogy örülni fog neki, de ezt rá lehet kenni a szavazat számlálókra gond nélkül. Remélem egyébként, hogy azért a helyzet magaslatára kerülnek, mert így a szavazat... Nehéz megszámolni 633.811 szavazatot. Bár ebből az online gondolom könnyebb. Igen, de azért, hogy most nem akarok itt nagy bölcsességet játszani, de a szervezéssel természetesen azért szerintem majdnem mindent meg lehet oldani, de szurkolunk nekik, hiszen az eredményeket már tűkönülve várjuk. Hát és amíg tűkönülve várjuk, addig megkérdezzük, hogy mi a helyzet a Békés megyében. Hajdú Sándor van a vonalban. Szerbusz Sándor!
Szervusz, Tamás, üdvözlöm meg, és üdvözlöm a rádió hallgatót. Az eddigi tudósítóink többsége vidék Magyarországáról arról számolt be, hogy nincs igazán nagy előválasztási izgalom. Te hogy látod Békés megye helyzetét? Békés megyében 4 választókörzet van, és ebben a 4 választókörzetben mindenütt volt előjelölt előválasztás. De nagyon érdekes kérdés, hiszen itt nálunk van egy ominózus, talán elhíresült, mondhatom így elhíresült körzet, a Simonka György képviselő úrnak a körzete, ez a Békés-megyei 3-as számú választókerület, ez az Orosháza, Battonya is egy hatalmas nagy területet lefedi Dél-Békésbe. És a lényeg az, hogy ugye, mint tudjuk, hivatalosan nem tudjuk, de valószínűleg nem fog indulni a büntető eljárás, folyik ellene bűncselekmény, mert hagyd ne mondjam, hogy mennyi férét akarnak a nyakába varni, és ő egy gyenge körzet. Amúgy is egyébként Orosháza egy balos körzet volt mindig, Simonka György többször nyerte meg ennek ellenére, de most jelen pillanatban úgy látszik, hogy ott van legnagyobb esélye a baloldalnak. Ott indult 2 úriember, egy belgyógyász orvos, illetve traumatológus orvos, aki nagyon ismert a megyében, és indult egy jobbikos jelölt is, aki viszont már az elején egy óriási vitába keveredett, és hát ugye majdnem kizárták. Mi történt? Megsértette a választási törvényt egyisek szerint, ugye az MSZP-sek tettek feljelentést, mert hangoztatott valamit egy sátorban, ahol nem lehetett volna egy egyeztetés során ezt hangoztatni, megpróbálták kizárni, ő Szabó Ervin doktor egyébként, a Jobbik, és Szevényi doktor indult vele szembe, aki a DK-nak a jelöltje. A nem hivatalos információk alapján Szevényi úr nyerte ezt a versenyt, de ugye várjuk meg a bejelentést. Aztán egy másik bérlegő körzet, ami sajnos nagyon érdekes, ugye ez a Simonka Györgynek a öröksége volt, ez a 3-as körzet, a Békés-Csabai körzet, a Békés megyének a központi régiója. Itt Herceg Tamás indul fideszes jelöltként, ő egy nagyon régi motoros, de vele szemben ugye nagyon sokáig a baloldalnak esélyese volt, hogy felutasson valakit, illetve az ellenzéknek. De talán mond ez a név Schummer János a hallgatóknak valamit, ő Jobbikos. A Jobbikos jelöltje. Igen, és ha annak idején emlékszel rá, illetve a hallgató is talán emlékeznek rá, ő bizony benne volt ebben a hallgatói botrányban elég vastagon, majd Budapesten mérette meg magát, de most Békés Csabára vergődött, illetve hozta a sors, nem vergődött, rossz szót használtam, hozta a sors, és jelölt lett itt Békés megye egyes számú választókerületébe. Az előzetes ilyen papírhírek szerint ő nyeri az előválasztást, hogy Miklós Attila végi MSZP-s képviselőjelölt indult vele szembe. A hírek szerint Stummer magasan, torony magasan nyerte ezt a választást, és ő lesz Herceg Tamásnak a kihívója. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy az 4 évvel ezelőtti parlamenti választáson is nagyon komoly eredmény született, nagyon óvatosan lehet fogalmazni azt, hogy van esélye talán az ellenzéknek, de Stummer János személye, maga a előélete, meg a története talán egy kicsit megosztja az ellenzéket is a hírek szerint. Annyira kevés volt a Békés megyének a gyulai választókerületében, a gyulai központú választókerületében, mindesetesen a hírek szerint, ezek hivatalos hírek, 4000-en vettek részt az előválasztáson, csupán, ugye ez egy viszonylag nagy körzet. Bocsánat, hogy megszakítalak, közben egy nem hivatalos információi szerint, az Index értesülései szerint Jobbikos körökben már biztosra veszik, hogy Békés megye első számú országgyűlési egyéni választókerületében Stummer János nyeri meg az előválasztást. Hát, igen, ő nyeri meg. Hát, ugye nem volt egy komoly kihívó vele szemben a Miklós Attila, akinek se fegyver, se paripája nem volt ehhez a versenyhez, hogy mondjuk így. De a vélhetően ő fog indulni. 4000 vettek részt Gyulán, mindössze az előválasztáson óriási várakozás előzte meg, de hát összesen 4000 mentek el. Ugye itt Lelősi Gábor és Mikóné Hirt Beáta indult az egyik momentumos, a Lelősi pedig hát egy nagyon régi MSZP-s volt, de már a DK színeiben politizál. Illetve a biztosnak tűnő második körzetben Gajdos Attila, a Jobbik, és Kondé Gábor a DK képviselőjével. Kondé Gáborról is el lehet mondani, hogy
sok választáson sokféleképpen indult már, és a DK színében valószínűleg ő nyeri ezt az előválasztást, tehát ő lesz Dankó Bélának a kihívója. Ennyi tulajdonképpen a népszerűségről, csak annyit, hogy nagyon sok településen jártam az elmúlt időben Békés megyében, mindenütt láttam a sátrakat, egyedül egy napon láttam azt, hogy tömegek lettek volna, ez a szombat délelőtt volt, amikor is Békés Csabán és az előválasztási sátorban nagyon sokan megfordultak. Mindenki városokban nem láttam egyáltalán sorbanállást, és egyáltalán nem láttam, hogy akkor van egy kedv lenne az előválasztásban. Mondom még egyszer, az egyik nagy kérdés Simonka Györgynek a kihívója, illetve Simonka utódjának, akiről hivatalosan szintén nem tudjuk, hogy ki lesz, de a rossz nyelvek, illetve a plegykák arról beszélnek, hogy Erkős Norbert egykori Európa parlamenti képviselő fog indulni, ha ez igaz, de hát semmit nem tudunk megerősíteni. És ott az a körzetben az ellenzéknek van esélye, és ott a DK-s Szerényi doktor nyerte a választást, akkor neki komoly esélye vannak a következő parlamenti választáson. Ezek egy évvel előttem ugye meg nem lehet mondani, azt az előválasztásról van szó, de két körzetben látom azt, hogy komoly jelöltek állítottak, az egyik a Stummer János személye, és a másik pedig ez a hármas választókörzet. Na de ez sem azért, mert annyira megosztottak lennének, hanem sokkal inkább ugye az egyik mögött egy erős botrányjel, a másik mögött pedig egy ismert politikus indult. Hajdú Sándor, Békés megyéből köszönjük szépen. És folytatjuk méghozzá Nógrád megyével, Csészer Rémi Andrea van a vonalban. Szervusz, köszöntünk a műsorban. Szervusz, köszöntöm én is a Hit Rádió hallgatóit. Mik a meglátásaid? Nagyott a részvételi arány a körzetekben? Látsz az előválasztása kapcsolatban mondjuk esetleg hosszú sorokat, vagy más különböző árulkodó jeleket az előválasztás népszerűségével kapcsolatban, illetve kik az esélyes jelöltek? Nógrád 2-ben három helyszínen lehetett szavazni, Balassagyarmaton, Récságon és Széchenyben. Én Széchenyt látom jobban, de azért kérdezősködtem Balassagyarmat és Récsák felől, és mind a három helyen arról számoltak be az aktivisták, hogy nagy arányú részvétel volt. Balassagyarmaton hétfőtől szombatig lehetett szavazni, és ez időszak alatt a szavazás nyitvatartását is meg kellett hosszabbítani 2 órával, mert amikor tervezték a zárást, akkor még hosszú kígyózó sorok voltak az utcán. Balassagyarmaton is, és Széchenyben is a környező településekről is szép számmal vettek részt, illetve a korosztályok tekintetében volt nagyon érdekes és meglepő, hogy a fiatalok is, és az idősek is, és a középkorosztály is egyaránt képviseltette magát mind a három településen. Még Récságról annyit, hogy ott mivel egyetlen egy napon volt a szavazás, ezért ott némi akadályba ütközött először a szavazóknak a kiszolgálása, úgyhogy úgy tudom, hogy Balassagyarmatról segítettek be, és így aztán végül mind a három szavazóhelyen zökkenőmentesen és békésen telt a szavazás. Ebben a nógrádi körzetben van esélye az ellenzéknek legyőzni a Fidesz jelöltjét? Hát képviselő tekintetében Gyenes Szilárd az, aki most indul róla. Annyit kell tudni, hogy ő a polgármesteri választásokon nagyon kevéssel maradt le a fideszes jelöltől. Most nem tudok pontos számot mondani, de 100-valamennyi szavazat különbség volt, de nem tudom, én nem mernék semmiféle találgatásokba bocsátkozni a téren. De ott igen, szoros lehet a mezőny. Igen. És egyébként ő meg egyedül van, mint ellenzéki jelölt. Tehát akkor ott látsz arra esélyt, hogy ott komolyabb lesz a megméretetés. Igen, igen, én látok, igen. Mi a helyzet a többi körzettel? Ott van például ugye Salgó-Tarján, ahol baloldali városvezetés van. Feltételezhető, hogy akár baloldali lehet az országgyűlési képviselő is. Elképzelhető, könnyen ott ugye hárman indultak tudomásom szerint, arra nekem nincsen annyira rálátásom, de igen, évek óta Salgó-Tarján baloldali vezetéssel bír, így ott igen, elképzelhető. Igen. Szerinted így, hogy az ellenzék összefogott, mennyire őszinte egyrészt ez az összefogás, másrészt ott Nógrád megyében ki az erős ellenzéki párt? Tehát, hogy van-e olyan az ellenzéki szereplők közül, aki koordinálja ezeket a folyamatokat?
Én úgy látom, hogy továbbra is az MSZP és a DK az, akik koordinálják ezt, de nyilván hát azért erősödnek itt a többi erők is. Mi a helyzet a Jobbikkal arrafelé? Hát Széchenyről tudom, hogy itt nagyon kevés taglétszámmal is rendelkeznek, a támogatottságuk is itt kevesebb, bár maga a város az például jobboldali beállítottságú inkább. De a Jobbik nem annyira jellemző itt Nógrádban szerintem. Na, hát néhány órán belül meglátjuk akkor a Nógrád megyei eredményeket is. Csészerémi Andrea, köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Köszönöm. És most pedig nem sokára egy olyan helyre kapcsolunk méghozzá Heves megyébe, ahol szintén sok izgalom van. Ugye egyrészt ott van Egernek a kérdése, ahol Mirkóczki Ádám a polgármester, aki a Jobbik színeiben politizált, már független lett, de ott is ilyen izgalmak vannak. Illetve ott van Gyöngyös, Vona Gábor szülővárosa, ami szintén érdekességeket rejtegethet. Még Tice Károly van a vonalban Heves megyéből. Szerbusz, köszöntünk a műsorban. Még nincsen a vonalban, még azt jelzik a szerkesztő kollégák, majd nem sokára. Pedig olyan szépen felkerül. Nem baj, majd legközelebb is felkonferáljuk. És csak arra díszre, és hirtelen azt hittem, hogy te vagy a Tice Károly hangja. Én, hát akkor el is játszhatjuk igazából, és akkor beszámolok hipotetikusan, de szerintem jobb, ha megverjük a valós információkat. Számomra egyébként az eddigiek alapján tényleg az az érdekes, hogy a különböző választókörzetekből még, most nem az, hogy bármi lehet, De hogy a helyzet az jelen pillanatban nem árul el annyi információt a szavazók hangulatáról, a szavazók, hogy mondjam, különböző olyan szándékairól, hogy terveznek-e szavazni, nem terveznek-e szavazni a következő választások folyamán, hogy a tavaszi választások folyamán kb. Bármi megtörténhet még. Tehát, hogy olyan szinten nem látunk szerintem, konkrét információt. Igen, de nincs lejátszott. Tehát aki azt mondja, hogy a Fidesznek áll teljes mértékben az ászló, szerintem téved. Ez matematikai kérdés. Az egyéni körzetek legtöbbi, mert az, hogy ki a legnépszerűbb miniszterelnök, az nem kérdés. De az, hogy a körzetek többségében nem volt 51%-a a fideszes jelöltnek, emiatt, hogyha összefog az ellenzék és nem indul rájuk más ellenzéki, akkor az komoly meglepetést okozhat. Ráadásul most az előválasztással mégiscsak gyűjtenek adatokat. 681 ezer e-mail címük, telefonszámuk mindenképp van például, amivel neki tudnak állni, mozgósítani. Ez pedig nem kevés. Tehát, hogy ezzel el lehet indulni, és azért láttuk már azt, hogy az ellenzék néha tud meglepetéseket okozni olyan helyzetekben is, amikor nagyon egyértelműnek tűnik az állás. Viszont a másik, hogy amikor 2018 előtt ugye volt a Hódmezővásárhely legendája. Egy csomóan azért mentek el a jobboldali érzelműek szavazni, hogy nehogy az legyen az országban, mint Hódmezővásárhelyen, hogy megveri a Márki-Zay Péter a Fideszt. Most itt van a Budapestnek a legendája, hogy szerintem egy csomó vidéki, alapvetően inkább kormánypárttal szimpatizáló ember gondolja úgy, hogy inkább elmegy szavazni, nehogy a Orbán Viktort leváltsa mondjuk Dobrev Klára. És a Márki-Zay Péter ezért lehet érdekes, mert őt nem fogják veszélyesnek tartani. Sőt, szerintem van egy csomó olyan középen álló ember, aki akkor inkább Márki-Zay Péterre szavaz. Ugye ráadásul nincs, hogy Márki-Zay Péterre, hanem a ellenzéki listára szavaz, amit Márki-Zay Péter vezet. És szerintem az egyéni körzetek a kulcs. Ugye 106 egyéni körzet van. Annak, aki a több mint felét elhozza, az alakít kormányt. Pontosan. És még ha mondjuk számomra egyébként az lesz még az érdekes, amikor majd a kormányzás valós folyamatához esetleg egy kormányváltás idején elér ez a mostani ellenzék, hiszen attól függően például, hogy kinyeri magát a miniszterelnöki jelöltségnek a mandátumát, mint indulási pozíció, nem biztos, hogy az hosszú életű, főleg akkor, hogyha mondjuk az egyik párt, mondjuk most így névlegesen a DK-nak van erre a legnagyobb esélye, az egyéni körzetek nagy részét elviszi, és ebben az esetben ez későbbiekben még akár fordulhat is ez a kocka. Márki-Zay Péter ebben az esetben egyébként érdekes helyzet lenne ezt is egyébként megfigyelni, hogy mit csinálna akkor, ha lenne ő, mint miniszterelnök, és közben egy, hát hogy mondják ezt, a szivárványnál is színesebb koalíció ülne a parlamentben, amely tényleg majdnem 100 felé húz. Lehet, itt leszünk reggelig. Ma nem várható a miniszterelnök jelölti választás végeredménye, adta hírről az előválasztás 2021. Lili, holnap másnak kell vinni a gyereket az óvodába. Ma reggel 10 órakor országszerte 20 különböző helyszínen indult el a szavazatok összeszámolása. A szavazatszámlálás azonban az előzetesen vártnál lényegesebben lassabban folyik, ezért mind a sajtó, mind a választók türelmét kérik. A fentiak miatt
az van, hogy a folyamatot lassítja, hogy a vidéki számlálók a számlálás eredményét adatbeküldő rendszeren keresztül juttatják el a központba. Azonban ezeket a budapesti központ összeveti az elkészült papíralapú jegyzőkönyvek tartalmával is, hogy pontos és végleges adatok alapján tudja az eredményt megállapítani. A fentiek miatt kimondható, hogy ma nem várható a miniszterelnök jelölti választás végleges eredménye. Az első választókerületekből azonban hamarosan összeáll az az adat, amit az OEVB, tehát az Országos Előválasztási Bizottság pontosnak és hitelesnek tekint ahhoz, hogy a nyilvánosság számára is kihirdesse az eredményt. Hát ez aztán nagyon inspiráló. Hát maradjunk annyiba, hogy szívesen láttam volna valamilyen jellegű eredményt. Megint azok a frányogépek. Hát vártam egyébként már, hogy hol lesz a digitális szál, ami az ellenzékieknek digitális köztudottan gondot szokott okozni. De képzeld el, hogy ma lezárult az az informatikai kiberbiztonsági vizsgálat, amely megállapította, hogy most mi is történt az előválasztás során. Az Ahang legalábbis ezt közleményben tudatta. Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő vizsgálati eredménye megállapította, hogy mindenképpen külső támadás történt, és hogy a megnövekedett forgalom, melynek 41%-a nem rendeltetésszerű volt, valamint a szerverek internet kapcsolatának alulméretezése és a belső szinkronizáció hiányának együttese okozta a leállást. Kérdés lenne, mekkora százalékokban? Mi lehet a belső szinkronizáció? Hát sok minden. Megjegyzem, ezek mind olyan szavak, amiket így, ami mögé kb. Bármit be lehet rakni. Kirúgta a DK-s aktivista a konnektorból a csatlakozót. nem csak az internetellátás, hanem az áramellátás is szakadozott, nem? Hát nem tudom, reméljük azért megtalálják az érdekesüket, és gyorsabban számlálnak. Itt maradunk reggelig? Nem vagyok benne biztos, hogy a kamerák akkumulátorrendszere azért túl sokáig fogja bírni. Egy idő után már csak a Hit Rádióban lesz hallható, és csak a családtagjaink hallgatják, akik várják, hogy hazajövünk időben, haza. És akkor oda próbálják majd megnézni, hogy éppen hány óra múlva várható. Igen, de hát van más olyan műsor is, amit csak a családtagok hallgatnak. Nem probléma ez. No, minden esetre Tice Károly Egerből, Heves megyéből itt van velünk a vonalban. Szervusz, köszöntünk a műsorban. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Izgalmas körzet, illetve megye a tiétek. Ugye ott van Eger, ott van Gyöngyös, ahol sok kérdés van. Kik a jelöltek, milyenek az esélyek, és mennyire veszik komolyan Heves megyében az ellenzéki előválasztást? Hát én elsősorban Egerről tudok nyilatkozni. Ugye Egerben igazából két jelölt van, aki kezdettől fogva, aki versenyez egymással. Az egyik Berec Mátyás, aki a Várnak volt a korábbi igazgatója, illetve egy nagyon rövid ideig alpolgármester volt a mostani ciklusban, aztán gyorsan lemondott. A gyorsan cserélődnek az alpolgármesterek amúgy is. Igen, ez most a mostani kurzusban ez egy jellemzője a városnak. Másik pedig a Jánosi Zoltán, aki hát fiatalkor ellenére már egy veterán politikusnak tekintheti, az MSZP-nek volt képviselője. Igazából azt lehet mondani, hogy két konszolidált, mondhatnám azt, hogy emberileg vállalható, de egyébként politikailag unalmas jelölt versenyzett egymással. Tehát igazából különleges esemény nem volt. A választások, az előválasztások környékén viszont igen, ugye egy emlékezetes pillanat volt, amikor a Dobrev Klárának a látogatása során váratlanul egy tiltakozó előkapott egy gázfegyvert, és ráfogta egy DK-s aktivistára. Úgyhogy ez komoly riadalmat jelent. Megmutatta, milyen az egri ritmus. Hát ezt is lehet mondani. Egyébként ahhoz képest, hogy ez nem olyan régen volt, az igazságszolgáltatás egészen gyorsan lépett ebbe az ügybe, és ami az érdekessége, hogy mind a két résztvevő, tehát a DK-s aktivistát is, és a fegyvert rántó aktivistát is pénzbüntetésre büntették meg. Tehát mind a két fél úgymond ludas volt a történetben az ítélet szerint. Tehát ez volt az egyik. A másik, ami még egy kicsit ilyen vicces vagy érdekes így egri szempontból, hogy a Gyurcsány Ferencnek a dobótéri rendezvényén Gyurcsány Ferenc a dobó szobor alatt nem nagyon tudta, hogy hol van, úgyhogy végig Gyuri Zsics Miklósról beszélt, vagy mit? Megkérdezte, hogy is hívják ezt a teret. Úgyhogy szóval voltak ilyen kis humorosnak tekinthető, egy ilyen vicces epizódjai, de azért azt kell mondani, hogy Eger kisváros, és bár ugye nagy dolgokban, amikor ilyen őrültek, hódítják, próbálják Európát meghódítani, akkor nagyot tud alkotni, de ilyen politikai játszmákban azért nem egy annyira fontosnak tűnő hely, tehát
politikailag olyan nagyon nagy izgalmakat nem hozott ez az előválasztás. Nagyjából a választási hajlandóságban hozták az országos átlagot, aztán várjuk, hogy mi lesz az eredménye. Nyitrai Zsolt lesz továbbra is Eger országgyűlési képviselőjelöltje Fidesz részéről? Nem, ugye Nyitrai Zsolt más feladatokat kapott, úgyhogy helyette a kormányhivatalnak a igazgatója lesz a jelölt, úgyhogy egy kicsikét más a helyzet. Igazság szerint jobb oldalon is megy még a helyezkedés, nem dőlt el még pontosan az se, hogy ténylegesen ki fog indulni. Egyelőre egy ilyen kis várakozó esponton van mindenki, tehát még nem nagyon látszik a vége. Mirkocki Ádám, aki ugye jobbikos volt, aztán független lett, és akivel csak lehetett, azóta is konfliktusba került. Támogat bárkit az előválasztáson, vagy ő teljesen hátralépett ettől az ellenzéki politizálástól? Ő hátralépett, tehát ugye az elején, amikor a választásokat megnyertem, már akkor jelezte, hogy távol akarja tartani magát a pártpolitikától. Úgy néz ki, hogy ebben a tekintetben következetes is, tehát ezt eddig tartja. Úgyhogy egy olyan körülbelül két lépés távolságra van mind a két oldaltól. De akkor mondjuk Gyurcsány Ferencet nem fogadta a Dobó téren? Én erről nem tudok. Arról esetleg van-e megérzés, vagy előzetes becslés, hogy amikor a megválasztott jelölt tavasszal kiáll a Fidesz szintén, még majd elválik, hogy melyik jelöltjével szemben, akkor milyen erőviszonyok várhatóak? Hát nehéz ezt is, ugye ezért Eger egy villegő körzet, és nehéz ebben jósolni. Igazából az nagyon sokat fog számítani. Nagyon sokat fog számítani, hogy ténylegesen ki fognak majd szembeállni egymással. Ugye Pajtók Zoltán is, aki a kormányhivatal vezető, és most egyelőre úgy néz ki, hogy a Fidesznek a jelöltje, ő egy viszonylag konszolidált polgári ember, tehát nem egy konfrontatív emberről van szó. Viszont azt látni kell, hogy azért Egerben már az előző választáson is ugye hátrányba kerültek, tehát inkább vidékről, a környező falvakból sikerült országgyűlési választást nyerni, tehát ez egy nagy kihívás, hogy Egert hogy fogja tudni megszólítani. Egyelőre én azt mondom, hogy egyelőre nyitott a verseny. Na, akkor nem sokára viszont majd meglátjuk azt, hogy kinyeri az ellenzéki előválasztást. Tice Károly Heves megyéből köszönjük szépen. Közben itt olvasom a híreket, és ez, hogy így holnapra lesznek eredmények, ez azért érdekes. Hát majd, ha ők nem szórakoztatnak minket eredményben, majd szórakoztatjuk majd mi magunkat. Lejátsszuk a kampánydalokat. Egyébként az egy zseniális. Arra kíváncsi vagyok. Beszéljünk most egy kicsit Budapestről, úgyis van időnk, mert elmondom a kedves hallgatóknak, akik most kapcsolódtak be, hogy mi lesz a program. Tehát 16 óra után Nagy Attila Tibor politikai elemzővel kezdünk, aztán dr. Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke lesz a vendégünk, majd megkérdezzük, hogy meddig maradjunk, vagy hogy tervezzünk. A tanácsot kérünk, hogy tervezzük akkor a mai napunkat. Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezető igazgatója, és itt lesz velünk 17 óra után Rotyis Bálint politológus, a Nézőpont Intézet elemzője, Ceglédi Zoltán politikai elemző és publicista, Han Endre, a Medián közvéleménykutató és piackutató intézet vezérigazgatója lesz velünk, illetve ha jól tudom, akkor Deák Dániel is fog becsatlakozni. 17 órától, igen. És akkor elvileg velük fogunk beszélgetni, illetve nagyon kérném majd a kollégákat, hogy a Fejér megyei tudósítókat írják be a naptárba, mert azt nem látom úgy igazából, de lehet, hogy nálam van a hiba. Egyik kedves hallgatónk azt mondja, hogy ne, csak kampánydalokat ne. Pedig nagyon jó. Szóval a Budapestre visszatérve. Tehát arra nagyon kíváncsi leszek, hogy a 8. kerületben Csordás Anett fog-e nyerni. Ez egy központi kérdés, hogy lehet-e kampánydallal... Hatott-e a kampánydal? Azért is, mert ugye azt megígérték, hogy Csordás Anett megduplázza a Gyest és a Családit ebben a bizonyos kampánydalban. Hát, hogy mondjam, ígéretes ígéretek, most egy hülyén fogalmazva, de hát az én szubjektíve kíváncsi lennék arra, hogy hogyan csinálja meg. Erre a kampánydal kitért egyébként? A Csordás Anettesre? Hát arra, hogy hogyan fogja. Azt nem, de hát a dalban elmondta, a dal az egy szent, hivatalos. Igen, itt az adásra hangolódva amúgy ismét kampánydalokat hallgattunk, az Instagram oldalunkon megtaláljátok, hogy milyen formában. Amiről szerintem mindenképp érdemes beszélni, az viszont Tóth Csaba és Hatházi Ákosnak a hát nem versenye, mert Tóth Csaba visszalépett a jelöltségtől. Rendkívül érdekes ez egyébként, hiszen
többen is ugye felszólaltak abban az ügyben, hogy ha viszont visszalépett, és ha viszont visszaléptették, akkor még kinek kellene visszalépni ebben az ügyben. Sokan azzal vádolják ugye az ellenzéki összkoalíciót, és ebben bizonyos konkrét embereket is, hogy miért támogattak olyan embert, akiről amúgy is tudták, hogy meg az a kemény az egészben, hogy elindult már a szavazás. Tehát már zajlott az ellenzéki előválasztás, amikor a Karácsony Gergely megmondta az RTL klubban, hogy amúgy ő nem szavazna Tóth Csabára. Most képzeld el azokat a Karácsony Gergely fanokat, akik elmentek Tóth Csabára korábban szavazni. Ők már nem lehettek vissza, hogy bocsánat, de mégsem. Ha a szavazatukat felvitte a rendszer, és közben nem omlott össze, nem lehet emiatt volt, hogy rossz időben jelentette be a Karácsony Gergely, mert elnézték kellett a vitát. Azt hitték, hogy egy héttel korábban lesz, és akkor jó lett volna. Az nagy kérdés, hogy most Tóth Csabával mi lesz, hogy fog ráindul-e, mert én biztos ráindulnék a hatházira. Tehát, hogy azért ilyet, és annak ellenére, hogy nyilván Tóth Csaba meg számoljon el a kérdésekkel, de így tényleg Hatházi Ákos lett a győztes ennek. Hát meccs nélkül hoz egy olyan körzetet, amit biztos, hogy hozni fog, úgy, hogy még csak megmérettetnie se kellett magát. És igen, ez valamilyen szinten azért mégiscsak az előválasztás alapfilozófiájával megy szembe. A legérdekesebb ugye az lesz majd, hogy a szavazókba ez hogyan fog lecsapódni, hiszen én ezt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan szavazók, akikben ez negatív nyomokat hagyott, és az egésznek a szervezése, vagy az egésznek a kivitelezése, hogyan ez a visszaléptetés megtörtént, az nem biztos, hogy hát pozitív lenyomatokat hagyott. A másik, ami eszembe jutott, hogy ha az előválasztás honlapjára felmegyünk, akkor ott az a szlogen, hogy élni hívlak. Hát Tóth Csaba esetében ez különlegesen vicces értelmet nyer. Hát itt amúgy is, ha bár itt a szlogeneknél állunk, ezek annyira vicces dolgok, tehát hogy egy előválasztás szlogenjének az, hogy élni hívlak. Tehát, hogy ezek ennél elvontabb és abszurdabb már nem is lehetett volna szerintem talán, de mindenképpen pozitív üzenet. De 682 000-en elmentek élni. Elmentek. Akkor élettel teriek. Éltek a lehetőséggel. Próbálom itt közben megfejteni azt, hogy most így na, a információink szerint Bana Tibor jelentős fölénnyel nyerhet Vas megye 3-as számú választókerületében. A támogatói csoportjába írt bejegyzése alapján Szent Gotthárdon elsőprő többségben támogatták a választópolgárok. Ez azért érdekes, mert Bana Tibornak, mivel ez is Vas megye, erről is tudok mesélni. Bana Tibor alapvetően mindig körmenden is Szent Gotthárdon indult. És országgyűlési képviselő volt a Jobbik színeiben. Ő az, akiről azt mondta Volner János, hogy ő Schneider Tamás kávéfőző kislánya, Bana Tibor. És akkor, amikor Schneider Tamás távozott a Jobbikból, akkor Bana Tibor, és kiült függetlenként. Majd kitalálta Bana Tibor, hogy ő is a szombathelyi választókerületben mérettetné meg magát, ami miatt Ungár Péter fejezte ki a rosszallását, és ráadásul, mivel Bana Tibor kilépett a Jobbikból, ezért őt nem is fogadta be a Jobbik frakció, sőt, csak egy kérdéses volt, hogy indulhat-e egyáltalán, hiszen hát ha valaki távozik ugye a Jobbiktól csúnya körülmények között, akkor balhé van. De végül az a megállapodás született, hogy Bana Tibor visszamegy a 3-as választókerületbe, és befogadta az LMP. Hát ezt nevezik, hogy is mondják, huszárvágásnak, igen. gyors pártokon így végig cappolt a jelölt, és akkor ezek szerint a mostani és megnyerte. Pletykált eredmény, vagy... Biztos, hogy megnyerte, mert ugye ott van az, hogy Pleva Dániel, aki egy állatorvos, és Budapesten él alapvetően, de sokat töltött ebben a választókerületben, ő az ellenfele. Hát Bana Tibornak ott tényleges beágyazottsága van, de ott is az van, hogy a Fideszes jelölt, V. Németh Zsolt, akit egyszer a TV2 ötödik Németh Zsoltnak hívott a V miatt. Szóval V. Németh Zsolt ilyen kétharmad... Németh Zsolt az ötödik, ezt úgy kell. Igen, Németh Zsolt. Szóval V. Németh Zsolt kiváló, ő egyébként korábban államtitkár volt, és tud citerázni, meg nagybőgőzni, és azzal szokta szórakoztatni a választókerület részvevőit, hogy időnként ilyen programokon előadja a tehetséget, szóval ő ilyen 70% fölötti eredményekkel szokott végezni. Szerintem ez most sem lesz másként, és Bana Tibornak így nehéz, mert hát nyilván listáról nem fog tudni bejutni, kérdés, hogy mi lesz vele. Közben, hogy itt a kedves hallgatók se unatkozzanak, talán bedobhatunk kérdéseket. Azt hittem, érjenek le a kampánydal. Hát bármennyire is elégedett vagyok a saját zenei tehetségemmel és talentumaimmal, azért ezt nem biztos, hogy villogtatnám itt élőadásban. Talán elsőként fel lehetne azt vetni, hogy ugye most azért nagyjából kialakult egy sorrend a miniszterelnök jelölteket tekintve.
Most ezekből kiindulva, ami természetesen még hát nem, mert alapvetően változhat, de ahogy említettük, akkor Márki-Zay Péter rendezvény szervezői hát gyorsan kellene, hogy alkossanak és döntsenek bizonyos kérdésekbe. Ki lesz, akár szerinted, és akár a hallgatóknak is feltehetjük, akár így akkor kommentben. Ki lesz a végső győztes? Ki lesz a végső győztes? Tehát a következő fordulónak a nyertese ki lesz? És akkor... Szerinted ki? Hát... Akkor kedves hallgatók, a YouTube-on és a Facebookon kommentben írjátok meg, hogy szerintetek a végső, a második forduló győztese Karácsony Gergely, Dobrev Klára vagy Márki-Zay Péter lesz? A Facebookon egyébként egy ilyen kis szavazó blokkot is aktiváltunk, ott lehet nyugodtan tényleg? Szavazni. Na, akkor én szavazom. És YouTube-on meg természetesen várjuk kommentbe a kedves hallgatóknak a reakcióit, hogy szerintük a következő, ezután következő de a YouTube-on fordulóban. Is lehet szavazást csinálni, azt lehet. Ott is? Igen. Na hát, mik vannak itt, de jó, akkor ezt így gyorsan itt is megadjuk. Tehát akkor egy pár percen belül ott is lehet akkor ezek szerint szavazni. Én nem látom a Facebookon a szavazást. De ez az élő streamünk alatt van, vagy? De, valahogy úgy kéne lennie. Mindegy, a lényeg az, hogy ha kedves hallgatók esetleg szavazhat. Látják, akkor szavazzanak ott. Ha nem látják, akkor meg nyugodtan írják meg kommentbe, és azt is látjuk, tehát ebből semmilyen nagyobb végkövetkeztetés. Lili, szerinted ki nyeri a végét? Nem tudok szájról olvasni. A nő, a Dobrev Klára. Itt akkor tehát, mutatta Lili a hosszú haját. Elbizonytalanodtam ott is. Előválasztási activity, tehát. Igen. Joci, te is elmutogatod, hogy szerinted ki? Csak nem, hogy a Zajt próbált meg, vagy a Karácsonyt. A Karácsonyt is el lehet mutogatni. Akkor Karácsony. Fenyőfát mutatni. Zseniális. Igen. Megoldjuk ezt. Választási kérem. Activity élő adásban. Szóval akkor Karácsony, Dobrev, te mit mondasz? Én Dobrevet mondok. De, mint érdeklődő is, kíváncsi lennék azért arra, hogy mi lenne, ha Márki-Zay Péter nyerne, ezt csak így mellékesen jegyzem meg, de szerintem azért Dobrev Klárának a mögötte álló erőknek, stb. Azért van egy olyan befolyása, hogy szerintem ő lesz a befutó, de ez egyébként természetesen változhat. Én nem tudom eldönteni. Tényleg, őszintén mondom. Megtalálom közben neked itt mindjárt a szavazóblokkot, és akkor te is leadhatod. Most jutottam el oda, hogy nem tudom, de a Deák Dani posztja van előttem, aki majd a vendégünk lesz, aki egy montázsba összeszedte, hogy az a címe a posztjának, hogy és ők akarnak kormányozni, nem képesek összeszámolni a szavazatokat az előválasztási kampány esemény keretében. Ma már biztosan nem lesz végeredmény. Az MSZP például SMS-ben keres embereket arra, hogy segítsenek, és bevágta ide Szél Bernadettnek a csordásanettes képét. Hát annyit beszélünk a közben kiderült, hogy ott, ha az emberek kirakják teljes képernyőbe, akkor megjelenik majd. Ha te kirakják teljes képernyőbe? Igen, igen. De mobilon nem tudom, hogy jelenik meg nekem itt a gépen a teljes képernyő esetén jelenik meg, de mondom, kommentben is nyugodtan írják meg, nekünk tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan ítélik meg azt, hogy ki lesz az, aki győztesként kerül ki. Közben kaptunk egy kommentet, ne politizáljatok annyit, fiúk, ilyen állásfoglalásokkal, nem az a dolgotok, hanem az úrral kapcsolatos dolgok. Köszönjük szépen a jelzést, vannak hitéleti műsoraink is, ez pedig a délutáni. Sőt, hát igazából itt akkor meg is reklámozzuk, hogy akkor ott a hitköznapok adásunkat déltől lehet követni a Hitrádióban. És van hitéleti csatornánk is, tehát ajánljuk mindenkinek a Hitrádiónak a hitéleti csatornáját a YouTube-on. Hitköznapok néven találjátok meg, nagyon fontos és izgalmas tartalmak vannak rajta, és nagyon kérünk benneteket arra, hogy iratkozzatok fel, hiszen akkor folyamatos értesítést kaptok a legfrissebb tartalmainkról. Is. Az egyik kedves kommentelő közben itt azt írja így a kérdésünkre válaszolva, hogy a gyanúja az, hogyha valakit kihoznak nyertesnek, ellene fognak állítani kampányt a kormány oldalról, aztán egy huszárvágással lecserélik B-tervre. Volt ilyen. Az milyen kemény lenne, de azért szerintem így, hogy van mögöttük ekkora felhatalmazás, én azt nem nagyon hinném. Azt egyébként... Botka László volt, hogy jelölt volt, aztán mégse lett, de... Azt egyébként én is elképzelhetőnek tartom, amit említettem is, hogy miután mondjuk esetleg egy ellenzéki győzelem után, miután azzal az előttel megnyerték a választásokat, akkor ott később még lehetnek változások, hiszen azért nem egy, tehát azért azt nem mondhatjuk el, hogy egy atombiztos egységes koalícióról lenne szó, szóval azért nagyon sok helyről érkeznek ott is a pártok, tehát ott azt én is el tudom képzelni, hogy ha nem is a választás során, de a választás után huszárvágás az lehetséges. No, hát nem sokára érkezik Nagy Attila Tibor politikai elemző, akivel majd részletesen... Közben egyébként itt látom a szavazatoknak a reakció számait, eddig Dobrev Klárára 80% gondolja, hogy ő fog tovább menni. Karácsony Gergely 20% és Márki-Zay Péterre még egyik senki nem voksol. Ja, látom, hogy hol van. Én akkora boomer vagyok, hogy máshol néztem eddig a nem baj, szavazást. Tamás, így is szeretünk. Jó, akkor most én is szavazok valakire. De mielőtt szavaznék, itt van velünk a vonalban Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó napot kívánok, üdvözöljük! Jó napot kívánok!
ugye még részeredményeket tudunk, meg kiszivárogtatott eredményeket, ami alapján azt látjuk, hogy az első helyen Dobrev Klára, a második helyen Karácsony Gergely, és mellette Fejfej mellett Márki-Zay Péter halad. Márki-Zay Péter talán ebben a történetben a meglepetés. Mennyire meglepetés? Mindenképpen meglepetés, bár annyiban talán kevésbé, hogy Márki-Zay Péter jól szerepelt a tévévitákban. Sikerült neki egy ilyen mérsékelt, higgadt, nyugodt politikus képét mutatnia, és azt gondolom, hogyha tényleg ez az eredmény lesz majd a végleges is az első forduló végén, akkor ez véhetően jól hatott a választópolgároknak. Tehát Márki-Zay Péter sikere alapvetően nem a szervezeti erőben mutatkozik, hanem az eddigi fellépéseiben, hiszen hát Márki-Zay Péternek közel nincs akkora szervezeti ereje, tehát a Mindenki Magyarországért mozgalomnak az országos szervezeti kiépítettsége nincs úgy meg, mint a Jobbiknak, vagy mint például a Demokratikus Koalíciónak. Egyébként, ha Jakab Péter tényleg nem kerülne be az első fordulóba, az egy komoly kudarc lenne neki is, meg a pártjának is. Mit jelezne ez a kudarc, hogy nem sikeres ez az agresszív kampány, vagy hogy a Jobbik, tehát ez Jakab Péter kudarca, a Jobbik kudarca, vagy a krumplis kampány kudarca? Nézze, én a Magyar Hang heti lapban, meg több más helyen is számos alkalommal meglehetősen kritikusan nyilatkoztam Jakab Péternek a stílusáról, tevékenységéről, és már akkor rámutattam arra, hogy amellett, hogy nagyon alacsonyra viszi a magyar politika szintjét Jakab Péter, amellett nem is feltétlenül eredményes. És hogyha tényleg nem kerülne be az első fordulóba, az akkor azt jelenteni, hogy bár sok ellenzéki szavazónak tetszik, hogy ilyen keményen oda mondogat Orbán Viktornak, hogy keményen szembeszáll a NER-rel egyszerű szavakkal, a nép egyszerű embereként, de ugyanakkor, amikor már arról van szó, hogy az ország kormányzását bízzák-e rá, akkor sokan visszahőkölnek. Ráadásul ugye a Jobbik bejutott egy olyan baloldali liberális közegbe ezáltal, hogy csatlakozott a balliberális pártok koalíciójához, ahol azért, főleg az értelmiségi háttér miatt azért jelentősége van annak is, hogy mely politikus tud komolyabbnak tűnő érvekkel előállni az ország jövendőbeli helyzetével, sorsával kapcsolatban. Jakab Péter egyébként, mint hogyha az elmúlt pár hétben megpróbált volna egy kicsit miniszterelnökibb lenni, tehát több számot tudott mondani, a vitákban igyekezett viszonylag higgadtan viselkedni, de ez a váltás, amely nem is volt teljesen következetes, hiszen a parlamentben tovább folytatta a népbarát, kemény demagóg szónoklat sorozatát. Tehát ez a váltás, az a félváltás, ha úgy látszik, hogyha tényleg igaz, hogy nem jut be az első fordulóba, akkor legalábbis később mutatkozott ezzel. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem minden Jakab Péterrel szimpatizáló ellenzéki szavazó szavazott ezek szerint Jakab Péterre. Tehát akik esetleg dicsérték az Orbán Viktor szidalmazásáról szóló parlamenti felszólalásait, közülük jó néhányan örömmel meghallgatták, megnézték, és aztán ezek szerint mégsem Jakab Péterre. Tehát azt mondták, hogy igen, szavaztak. Így kell beszélni a miniszterelnökkel, de azért az ország vezetését bízzuk olyanra, aki jobb szakember. Így van, és azt gondolom, hogy Márki-Zay Péter esetleges sikere, és az, hogy ő meg tudta a kiszivárgó információk szerint előzi Jakab Pétert, az ennek tulajdonítható, azért Jakab Péterrel ellentétben Márki-Zay Péter mégiscsak fel tudott vonultatni nyelvtudást, közgazdasági diplomát, illetve vállalati tapasztalatot is, amit Jakab Péter viszont nem tud felmutatni, és az azért azt gondolom kiütközött a viták során. Azt talán még érdekes lehet felvetni, hogy ezek a változások, tehát mondjuk például Márki-Zay Péter feljövetele, akár így az első három közé, ez okoz bármilyen változást így az eddigiekhez képest? Számítottunk erre?
változik ezzel így bármi igazából az eddigi mért esetleges lehetséges kimenetelekkel kapcsolatosan? Hát van jelentősége, mert eddig alapvetően én is azzal számoltam, hogy Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Jakab Péter lesz az első három helyezett. Ehhez képest nem jelentéktelen változás lenne, hogyha Márki-Zay Péter kerülne a harmadik helyre. Ez azt is jelentené, hogy Karácsony Gergely joggal reménykedhet abban, hogy a második fordulóban felülkerekedik Dobrev Klárán, amennyiben Márki-Zay Péter szavazói egy az egyben Karácsony Gergelyre fognak szavazni, bár az arányokat azért érdemes megválni, tehát még nem tudjuk, hogy Márki-Zay Péter hány szavazót tudott maga mellé vagy maga mögé állítani. Ez ettől is függ az, hogy Karácsony Gergely tényleg felül tud-e kerekedni Dobrev Klárán. Tehát az arányokon is múlik meg az, hogy a Dobrev Jobbik együttműködés folytatódik-e a második fordulóban, tehát Jakab Péter hajlandó lesz-e a szavazóit arra kérni, hogy egy az egyben Dobrev Klárára szavazzanak. De mindenképpen, miután Márki-Zay Péter kijelentette, hogy ő a Párbeszéd frakciójába ülne be, és Karácsony Gergely támogatná, ez mondjuk jó hír lenne Karácsony Gergely számára, hogyha tényleg ő lenne a harmadik. Majd, de Márki-Zay Péterről viszont nehezen képzelném el, hogy visszalépne bárki javára. Pont ön nyilatkozta nekünk itt a Hit Rádióban még néhány nappal ezelőtt, hogy az nem elképzelhetetlen, hogy Jakab Péter visszalépjen Dobrev Klára javára. Így hát van. A mostani eredmények függvényében nem is kell visszalépnie. Hát Márki-Zay Péter, hogyha tényleg bejutott, akkor nem kell, hogy visszalépjen. Nem, most a Jakab Péterre gondolok, hogy neki nem is kell visszalépnie Dobrev Klára javára, mert kiesett az első fordulóban. Igen, de arra felszólíthatja a támogatóit, hogy legyenek kedvesek támogatni Dobrev Klárát. Igen, és akkor ebben az esetben Dobrev Klára előnye még növekedik, vagy felmerül a kérdés, hogy a jobbikosok azért alapvetően mégsem szavaznak a DK-sra, még hogyha a két párt koordinál is, és mondjuk a momentumosok, jobbikosok sokkal szívesebben szavaznak egy Karácsony Gergelyre, vagy egy Márki-Zay Péterre. Itt jön az a kérdés, hogy lehet akár az is, hogy Márki-Zay Péter ezt a választást matematikailag meg is nyerhetni? Nem, ezt nem hiszem. Tehát Dobrev Klára akkorát mozgósított, hogy én kizártnak tartom, hogy Márki-Zay Péter a második fordulót meg tudná nyerni. Önnek vannak számai egyébként, százalékos, akár ilyen háttér információk? Nincsenek. Mit tippel, hogy vagy azt hallani, hogy nagyon elhúzott Dobrev Klára, és hogy mögötte van felfejmélet Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely, hogy ez mit jelenthet, hogy Dobrev Klárának mondjuk ilyen 30% fölötti szavazata van? Hát nem szeretnék belemenni találgatásokba, amelyek aztán később megalapozatlanak bizonyulnának. Azért hadd térjek vissza még a Jobbik DK-s egymásra való szavazásra, mert döntő lehet a második fordulóban. Tehát valóban, hogy mondjuk jobbikos szavazók, vagy azok, akik Jakab Péterre szavaztak, hajlandók-e majd Dobrev Klárára leszavazni? Én azt gondolom, hogy miután a két párt mintegy 40 helyen kötött egymással megállapodást, tehát visszaléptetési megállapodást, én azt gondolom, hogy jelentős lesz a visszalépési hajlandóság a szavazók körében. A szavazótáboroknak ugyanis volt idejük az elmúlt pár hónapban megemészteniük egymás közelségét, kibírniuk egymás szagát. Bár jelzem a hallgatóknak, hogy a Jobbik Demokratikus Koalíció közötti együttműködés 2010-11-12-ben, illetve 11-12-ben a politikai lehetetlenség, az őrültség, a science fiction kategóriába tartozott volna. Még az is lehet, hogy valakit elmegyógyintézetbe küldtek volna legszívesebben, ha valaki azt gondolta volna, hogy majd egyszer eljön az a nap, amikor Gyurcsány Ferenc pártja együtt fog működni a korábban szalonképtelenséggel, antiszemitizmussal, szélsőségességgel vádolt Jobbikkal, amelyik egyébként még mindig nem tudott, jelzem, teljesen megszabadulni a bizonyos antiszemita beütésektől.
És ennek ellenére a demokratikus koalíció most már arról beszél, hogy hát igen, ez a múlt, de zárjuk le, meg mindenki változhat. Tehát egész jó lett az együttműködés még ilyen téren is, tehát miközben 7-8 évvel ezelőtt kétségtelenül elképzelhetetlen lett volna, hogy a DK meg a Jobbik szavazói a másikra szavazzanak, ma már korán sem tartom ezt elképzelhetetlennek. Ez nyilván Dobrevnek segítene, csak hát ugye Dobrevnek ebből a szempontból nem a legjobb hír lenne, hogyha Jakab Péter tényleg nem jutott volna be az első fordulóba, mert akkor az azt jelenti, hogy Dobrev Klára tartalékai nem biztos, hogy kellően számosak ahhoz, hogy felülkerekedjen Karácsony Gergelyen. Természetesen sok függ attól is, hogy Dobrev Klára milyen arányban lett az első. Mert hogyha mondjuk jelentősen az 50%-hoz közelít, tehát mondjuk 45% köré környékén teljesített Dobrev Klára, akkor mondjuk előállhat az a helyzet, hogy Márki Zaj Péter hiába áll ki Karácsony Gergely mellett, mert a jó néhány százalékos jobbikos szavazó már elég lesz ahhoz, hogy Dobrev Klárát mégis megkoronázzák a második forduló végén. És akkor ebben az esetben, tehát még egyetlen egy kérdésem maradt így ezek után, amit mégis így felsorolt, hogy a többi ellenzéki választóról milyen információink vannak? Tehát ugye pont beszélgettük itt adás közben több megszólalóval is, és a Tamással is, hogy az eddigi választási részvétel az össz ellenzéki szavazótábor nem teljes része, és ha mondjuk esetleg olyan szavazók, mondjuk esetleg például Jakab Péter szavazói, akiknek a jelöltje nem került bele az előválasztás mostani fordulójának a győztesei közé, azok nem biztos, hogy teljesen kiszámíthatóan fognak cselekedni. Mit lehet erről tudni, hogy a jelen pillanatban azok a szavazók, akik a vesztes, ennek a fordulónak a vesztes jelöltjére adták le a szavazataikat, illetve azok, akik még nem szavaztak, azok mennyire fogják befolyásolni a tényleges kimenetelét majd a tavaszi választásoknak? Ezt előre, miután külön adatokkal nem rendelkezünk, inkorrekt volna előre megmondani. Nyilván ez a 600 valahány ezer fős részvétel, ez egyébként siker az ellenzék számára, ez a részvételi arány. De ugye a jövő tavaszi választások már nem pusztán az ellenzéki szavazók egy bizonyos hányadáról szólnak, azt tud győzni, aki a buborékokból egy kicsit ki tud lépni, tehát másfajta szavazókat mondjuk a bizonytalanokból is meg tud nyerni. Ez nagyon kéne az ellenzéknek szerintem. Ebből a szempontból Dobrev Klára győzelme nem volna túl szerencsés az ellenzék számára. Ő nem igazán tud mit kezdeni a fideszes szavazókkal például, meg a jobboldali értékvilággal, ahogy látom. Tehát Dobrev Klára most pár nappal ezelőtt a templomok felújítását összehasonlította a stadionok építésével. Ez nem volt egy nagyon szerencsés mondat, ez egy olyan mondat volt, amelyet a Fidesz, ha kellően ügyes, még Dobrev Klára ellen fordíthat, amennyiben tényleg ő lesz a közös miniszterelnök jelölt. Hadd hivatkozzak Medgyessy Péter 2002-es sikerére. Ha visszaemlékszenek, Medgyessy Péter nem hordta le teljesen 100%-osan a Fidesz kormány eredményeit, meg a Fidesz kormány értékvilágát. Ő igyekezett tisztelettel bánni, beszélni ahhoz az világhoz, ideológiához, amelyben jó néhány fideszes hit. Na most a Demokratikus Koalíció és Dobrev Klára ehhez képest következetesen támadja a katolikus egyházat különösen, de úgy látom a egyházakat általában, a templomok építését is például, tehát ez nyilvánvalóan nem volt szerencsés, tehát az ellenzék jövendőbeli sikere szempontjából azért az is kell, miután eléggé kiegyenlítettnek tűnnek az erőviszonyok, kicsivel talán a Fidesz vezet, de nem sokkal. Tehát ezért a jobboldali szavazók egy részével szerintem mindenképpen el kéne hitetni, hogy nem történik katasztrófa, földrengés, égszendülés akkor sem, hogyha az ellenzék kerül hatalomra jövő tavasszal. Az ilyen nyilatkozatok, amiket Dobrev Klára vagy a Demokratikus Koalíció például a vallásosokkal vagy az egyházakkal kapcsolatban meg
megenged magának, bizony nem segítik elő azt az érzetet, hogy a baloldali ellenzéki a fideszes szavazók, vagy a jobboldali szavazók elhiggyék azt, hogy nem kéne félniük az ellenzék hatalomra jutásától, és akkor az egyéb ilyen földönfutásra, földönfutóvá való tételére, bebörtönzésre vonatkozó egyéb jobbikos, demokratikus, koalíciós kijelentésekről talán most jobb nem is beszélni. Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, elemzést, akkor már hát megérdeklődéssel várjuk akkor majd, hogy milyen változásokat fognak hozni a mostani helyzetben látott eredmények. Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. Érdekes dolgokat mondott az elemző, aki egyébként egy ellenzéki érzelmű, de látható, hogy a stadionépítés és az egyház templom felújítások felújítása az még sok akár ellenzékinél is kiverheti a biztosítékot, és néhány percen belül pedig Magyar Györgyöt, a civil választási bizottság elnökét fogjuk majd kapcsolni, akivel megbeszéljük, hogy mi is a helyzet, és mikor várhatunk eredményeket. Közben jönnek kommentek, például, hogy Borsodban ugye volt borsodi tudósítónk, ott azt mondják, hogy nem a cigány ellenesség nagy, hanem a felháborodás a cigánybűnözés mértéke miatt. Hát felmerül a kérdés, hogy a cigánybűnözés szót lehet-e használni, mert ez régen ilyen nagy tabunak számított, bár nyilván Borsodban, akik meg ott ezt sok esetben megélik, máshogy gondolják, csak azért óvatosan az ilyen jelzőket. Jelen pillanatban egyébként a másik érdekes dolog, hogy iszonyatos fordulatot vett a visszajött Jakab Péter. Szavazunk Facebook szavazásunk. Hát azért Jakab Péter. Náluk most egyedülre azokkal az izgalmakkal kell beérnünk, amit a Facebook szavazáson tapasztalunk. Ott viszont az történt, hogy Márki Zaj Péter 46%-ra átfordította a hallgatók favorizálását. Vagyis most már újra nem látom, de most látom, de nem tudok szavazni. Lehet, hogy azért, mert a Hit Rádióval kezelem, és úgy nem lehet? Lehetséges, de az biztos, hogy mások megtalálták, és Dobre Klárára 31%, Karácsony Gergelyre 23%. A YouTube-on nem indítunk egy szavazást? És Márki Zaj Péter 46%, én megpróbáltam, próbáld meg te is. Megpróbálom, hát ha. Akkor itt közben Magyar Györgyöt fogjuk pillanatokon belül kapcsolni, illetve azt jelezni még a kedves hallgatóknak, hogy a most készülő politikai elemzős interjúink közül több majd külön is elérhető lesz a YouTube-on, hiszen fontos gondolatok hangoztak el. Az jutott még eszembe, hogy Nagy Attila Tibor simán elmehetne Mészáros Lőrinc hangdublőrének. Mert ha becsukjuk a szemünket, akkor teljesen az a hangzás volt, ahogy így elmondta, hogy annyira aranyos volt tulajdonképpen, hogy már teljesen azt vártam, hogy itten a milliárdok röpködni fognak a levegőben. Az biztos egyébként, hogy Tamás, a te hangod is elmehetne simán dublőrnek. Nekem ahhoz el kell változtatnom az egy kicsit. Mi lenne, hogyha a Magyar Györgyel így beszél? Szia, Gyuri Lőrinc vagyok. Nincs vonalban, ugye? De alapvetően az biztos, hogy ijesztő a hasonlóság. Tehát, hogy elsőre egyébként nem is vettem észre, de most így mondtad nekem így közben, és így rájöttem, úgyhogy tényleg érdekes. Ha majd filmeket kell írni, vagy egyik, vagy másik szereplőről, akkor a másik az életkezett szinkronszínésznek. Magyar György közben foglalt, írja kedves szerkesztőnk Lili. Minden esetre előbb-utóbb majd csak előkerül. Nyilván sok a dolog, mert oda kell figyelni az ilyen dolgokra, és a különböző programokra. És az a helyzet, hogy azóta sem látunk frissebb híreket. Én itt folyamatosan figyelek. Én is nézegetem, és semmi érdemi nem történik. Csalódásomra nem igazán látunk olyan híreket, amik... Úgyhogy lehet, hogy a végén tényleg meg kell hallgatnunk Csordás Anettet. Természetesen annak a hallgatónak jelezve, aki ettől tartva jelezett. Nem szeretnénk elveszteni a hallgatókat. Nem terrorizálunk senkit, tehát remélhetőleg ezt el tudjuk kerülni. De akit érdekel, hallgassa meg, azt kell beírni, hogy Csordás Anett. Egyébként nem hívjuk meg Csordás Anettet? Megpróbálhatjuk. És akkor külön még be is játszunk a dalt az ígéretek alapján. Más nem egy próbálódás, de simán rászállhatunk. Igen. Még szerintem szintén egy érdekes dolog lehet, hogy bárki, aki most így megnyeri, képes lesz-e egyben tartani ezt a koalíciót? Sőt, szerintem ez az egyik legkardinálisabb kérdés, hiszen, ahogy említettük, azért ez nagyon színes. Mert most vannak feszültségek. Ugye van ez a DK-s képviselőhölgy Fejér megyében, akinek vagy van offshore cége, vagy nincs, most előtúrták, hogy van, és állítólag striptease bárt üzemeltet ráadásul az offshore cégük. És hogy ott is van felháborodás, akkor ez a Tóth Csaba, Hatházi Ákos, ez ugye szintén egy érdekes, tehát itt annyi minden érdekes. És még csak a történet elején járunk, tehát hogy még nem maga a
most még csak az előválasztási kampány van, tehát még maga a választási kampány mélyébe igazából még bele se kerültünk, arról nem is beszélve, ha esetleges választás után mi fog következni, főleg még akkor, ha ne agyisten még nyernek is, akkor hogyan fogják az azzal járó feszültséget kezelni. Ez igazából szerintem ezen fog állni, vagy bukni az, hogy sikeresek tudnak-e lenni, hiszen azért bármennyire is nagy százalékkal lesznek képesek, hogy mondják, megszavazni mondjuk a miniszterelnök jelöltet, bármekkora felhatalmazást fog kapni az előválasztáson, azért az nem biztos, hogy ennek olyan nagyon egyszerű lesz a vége. És Magyar György, a Civil Előválasztási Bizottság elnöke a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözöljük! Itt vagyok a vonalban, jó napot kívánok! Na mi a helyzet, milyen a hangulat? A hangulattal semmi baj, de rettenetes sok időt vesz igénybe. Ez a lefagytak az emberek? Hát elfáradnak, hát azért volt itt egy kis munka. A szavazatszámlálókat kellő létszámban fölállítottuk, és úgy beszéltük meg, hogy civilek és pártok egyenlő létszámban biztosítják a szavazatszámlálókat. Vidéken is, a fővárosban is. És nem biztosították? Vagy mi volt de, a probléma? Nem ezzel van baj. Az a baj, hogy mi borzasztóra figyeltünk a tisztességre és a transzparenciára. De nem feltétlenül baj. De az része igen, hogy a QR kódot tudja, azt kontrollálni kell, és ez lassan megy, ez a csippentés. És ez sokkal több időt vesz igénybe, mint ahogy az eredetileg a tervezők, szervezők gondolták. Ha nincsenek ott a mi civiljeink, a Számoljunk Együtt mozgalom, akkor meg se oldják ezt, mert nincs rá gyakorlat, ugye? De megoldották, és csak az emberek nagyon hamar elfáradnak, és lassú az eredményközlés, és a vidékiek most fognak egyébként elindulni, fognak egymás után beérkezni az eredmények, de végeredmény az lehet, hogy csúszik. És hány csippentésen vannak túl? Vagy hol tart most arányaiban? A fővárossal már végeztek? Nem. Ez folyamat. Ott vannak, csinálják. És sőt, most azt hiszem lesz egy ilyen műszakváltás, mert be kell állítani azokat az embereket, akik frissen tudnak beszállni, mert aki ezt reggel óta csinálja, az most arra kimerül. Ugye tetszett már azt látni, hogy valaki reggel 8-kor elkezd dolgozni, és 5 órára befárad. Tehát most 5 órától lesz egy ilyen műszakváltás, és tudják folytatni a munkát, hogy nem érheti hátrány. Az igaz, hogy az MSZP-sek már SMS-ben küldenek az aktivistáknak felhívást, hogy menjenek szavazatokat számolni? Nem tudok erről. A pártok világa az nem a mi világunk, mi vagyunk a civilek. Hogy a pártok hogy csinálják, azt nem tudom, a civilek megszervezték. Azt tudom pontosan, éppen most beszéltem a Számoljunk Együtt tagszervezetünk vezetőjével, aki elmondta, hogy a továbbképzésen túl van mindenki, és most éppen ilyen műszakcsere lesz, nyugodtan bemondhatom, azt mondta, ha kérdezi valaki, hogy műszakcsere van, mert a fáradt embereket frissekre cserélik. Ugye látott már olyan futballmérkőzést, hogy fáradt játékost lehívnak is. Hogyne, ez teljesen érthető. Hát ez történik itt is. Lehet ilyen kiszivárgó információk alapján azt hallani, hogy az első helyen ugye Dobrev Klára áll, a második helyen Karácsony Gergely, a harmadik helyen Márki-Zay Péter. Ezek az információk honnan származnak, és ön mennyire tudja ezt megerősíteni? Egyáltalán nem tudom megerősíteni, sőt vissza tudom utasítani. Ilyen információ nem lehet nyilvános. Ezt kitalálni se lehet, akinek röntgen szeme van, talán belelát egy urnába, de 3000 urnát egy szemmel nehéz átlátni. De az nem lehet, hogy a választóköri delegáltak leadják a jelentést mondjuk a pártközpontoknak, akik az alapján kimatekolják. De melyikek, akik ott voltak a szavazat összegyűjtésén, hát, vagy akik ott vannak a szavazat számlálásnál? Akik számolják a szavazatokat vidéken mondjuk. Hát nem tudnak leadni semmiféle információt, mert az információk ellenőrzése még nem történt meg. Ja, hogy még most is számolják. Hát persze. Mert mondjuk Ceglédi Csaba kiírta a Facebookjára, nagyjából azt sejtetve, hogy Ungár Péter előtt 700 szavazattal vezethet. Valahonnan Ceglédi az Csaba igen. Az igen. Ha ilyeneket írnak, az szerintem politikai tevékenység, és megint nincs közünk semmi hozzánk, sem másokhoz. Ez valószínűleg valamiféle, hogy mondjam, csak PR marketing része, mert sem exit poll nem áll rendelkezésre, és a szavazatszámlálásuk pedig senkiben nem teheti a lábát. Ott vannak esetleg pár delegáltak, én azt nem vitatom, de pont azért van ott a civil kontroll, és az egész eljárás fölött azért van civil kontroll, hogy ne lehessenek adatokkal visszaélni. De akkor minden ilyen adat, az tulajdonképpen légből kapott, és még nem is látunk számokat, tehát még akár az is lehet, hogy valójában Jakab Péter áll az első helyen, és Dobrev Klára meg az utolsó? Hát nézze, én azt szoktam mondani az én koromban már, hogy az emberi fantáziának nincs felső határa. Tehát ez is lehet, az is lehet, fogalmam sincs, hogy ki honnan veszi, de én nem tartom szerencsésnek. Azt különösen nem tartottam szerencsésnek, amikor megjelentek ilyen nagyon jól állunk, nagyon elő vagyunk, akkor, amikor még tartott a szavazás.
De most, hogy lezárult a szavazás, most már csak számlálás van, igazán ki lehetne bírni, ameddig megjelennek a biztonsági számok, ugye, amiket számítástechnikailag is ellenőriznek, és az adatokat is papír alapon ellenőrzik. Utána lesz ideglenes végeredmény. Hogy ki mit érez, tudja, hát ez, mit tudok én erre mondani. Ez nem érzés, nem egy, ez tény alapú. És még egyszer mondom, a civil választási bizottságnak a legfontosabb feladata a hitelesség, a legitimitás, tisztesség. Mi itt ugye ebben a műsorban is szívesen látunk eredményeket, várjuk az eredményeket. Mit lehet arról elmondani? Ugye olvasható volt több oldalon is, hogy olyan szinten lassult a számlálás, hogy akár csak holnap várható eredmény. Mit lehet erről elmondani? Én is csak ennyit tudok mondani. Engem erről tájékoztattak. Én nem vagyok ott a szavazószámlálók között, mert közöm hozzá semmi, ugye? Ezt az információt kaptam, hogy azért lassú, mert ez a QR-kódos biztonsági ellenőrzés több időt vesz igénybe. Magyar György, köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk Önöknek a számoláshoz. Maximum majd reggelig vagy délelőttig tartunk itt egy ilyen hosszú maratoni műsort. Érdekes, amit mondott, nem? Hát az biztos, hogy olyan túl sokat nem tudtunk meg. De nem az, hát azt mondja, hogy ha még számolják, akkor honnan tudja Ceglédi Csaba, hogy 700-an vezetünk. Nem csak olyan, hanem, hogy mindenfele repkednek ilyen-olyan pletykák, elszólások. Ő akkor kezdve azt mondta, hogy politikai tevékenység, nem tudja megerősíteni, nem örül neki. Hát kíváncsi lennék, hogy honnan jönnek ezek. De ha még számolják, akkor honnan tudják a végeredményét? Jó kérdés. Szerintem jelen pillanatban nem tudom, hogy ki tudna erre tényleges választ adni. Vagy az történik, hogy bizonyos pártok más idősíkban mozognak, mint a szavazatszámlálók. Habár Magyarország szerintem azért nem akkora. De időeltolódás van. Jetleget kaptak. Na de pont ez az, amit nem tudok megérteni, hiszen Magyarországra tudom, hogy egy időzónában fekszik, de javíts ki, hogyha nem így. Mi a helyzet Veszprémmel? Ezzel fogjuk folytatni. Nagy Imre Jenő van a vonalban. Szerbusz, köszöntünk a műsorban. Szerbusz Tamás, és köszöntöm a rádió hallgatókat is. Ugye a Veszprémben sokáig ilyen nagyon érdekes politikai helyzet volt, mert ott volt egy időközi választás, amit megnyert Kész Zoltán. Aztán 2018-ban már Ovádi Péter nyerte meg azt a körzetet, aki a Fidesznek a jelöltje, még ugye Kész Zoltán ellenzéki volt. Most mennyire van tolongás a veszprémi körzetért? Hát pontosan az egyik előválasztási jelölt, Mesterházi Attila mondta azt egy interjúban, ha jól emlékszem, hogy aki Veszprémet megnyeri, az országos választáson is jó eséllyel nyerni fog. Tehát ők így ítélik meg, hogy ez egy falsúlyos hely. És ugye Mesterházi Attila az egyik jelölt, aki nagyon sokáig kérdéses volt, hogy milyen posztot fog meg hol betölteni, és ahogy látom, ő elég komolyan veszi a veszprémi kampányát. Ő a legesélyesebb jelölt? Igazából az Attila ugye veszprémi származású, tehát nem véletlen az ő itteni szereplése, a szülei most is itt élnek a városban. Én azt látom, hogy tehát én azt gondoltam legalábbis, hogy ő esélyes. Sőt, tudjátok jól, hogy volt egy ilyen pikantériája ennek az előválasztásnak itt Veszprémben, hogy egy esélyesnek tűnő itteni DK-s vezetőt félreállítottak a felső vezetésére. A DK-sok nem engedték elindulni, ha jól emlékszem. Így van, így van. Katanics Sándor, ő egy tanár a Lovasi Gimnáziumban, valamikor az igazgatója is volt, országgyűlési képviselő is volt, és folyamatosan az önkormányzatban DK jelöltjeként, illetve helyi vezetőjeként. És mi volt vele a baj? Erre most csak szubjektív véleményt tudok mondani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy emberileg és minden szinten egy nagyon alkalmas személy lett volna ő arra, hogy jelöltként részt vegyen ebben az előválasztásban. De az én szubjektív véleményem az, hogy a DK vezetésének nem gondolkodó és lelkismeretes emberekre van szüksége, hanem gomnyomulatókra. És most akkor végül Mesterházi Attila mellett vannak még DK-s jelöltek, mondjuk, vagy kik az ellenfelei? Kettő jelölt volt Veszprémben, Mesterházi Attila, MSZP párbeszéd jelöltje volt, a másik jelölt pedig Csonka Balázs nevű úriember volt, egy jogász, vagy ügyvéd, hiszen ügyvéd, ő a DK, Jobbik és a Márkiza és minden egyébnek a jelöltje. Momentum, LMP is? Igen, LMP is jó. Magyarul akkor mindenki felsorakozott már Mesterházi Attila ellen? Így van. Így van. Úgyhogy elég pikáns, mondom, ez az egész körzet. Ugye mondom még egyszer, a Katanics Sándor felkészült a előválasztásokra, elég komoly stábja volt, neki elég komoly támogatottsága is lett volna itt a helyben,
mert hiszen ő volt sokáig a DK, maga a DK, ő személyesítette meg, ő jelentette meg. Talán emlékeztek, még volt ez a világos Veszprém mozgalom, amikor itt a Jobbikkal szemben volt egy ilyen megmozdulásunk, akkor én a Sanyival egy baráti kapcsolatba kerültem, ezért tudok néhány háttérinfót is. Tehát ő nála kezdeményezték ezt, hogy évelején vegye be ezt az embert a DK-ba, hogy vegye fel, de aztán menet közben stratégiát váltottak, és úgy döntöttek, hogy független jelölt marad ezekkel a támogatókkal. Akkor zajlik az élet, de azért kimondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel Mester Hezi Attila nyeri ezt a választást, nem? Nem. Nem? Nem. Nem. És nem tudom, én azért kérek elnézést, mert nem tudtam hallgatni a műsort, és nem tudom, hogy mások hogy ítélték ezt meg. Én azt látom, hogy a DK jelöltjei országos szinten is tarolni fognak, tehát én szerintem a Kára asszony kampány jó szerepel. Az emberek nem a helyi jelöltekre szavaztak nagyon sok helyen, hanem pártlogóra. Így van, pártlogóra, meg a Klára szimpátia vitte őket a szavazásban. Tehát itt például Veszprémben kimondottan ez úriember, mondom, megnéztem, amikor Doblev Klára itt volt Veszprémben, egy ilyen fórumon, és ő neki körülbelül 2 vagy maximum 3 percet kellett volna beszélni, ügyvéd létére nem irigylem képességeit, hogy első ilyen hallásra politikusként, mivel eddig nem vett részt semmilyen munkába itt a városban, ismeretlen, ugye arról beszélt, hogy mennyit dolgoztak, stb. És valójában semmi, őt bedobták csak itt, mint hogy ismertem. És amit említett, még egy érdekességet, hogy Kéz Zoltán azért megjelenik a fiú mögött. Kéz Zoltán előttileg úgy volt, hogy a Zoli is indulni fog a Momentum, és még valamelyik pártnak jelöltjeként, lehet, hogy pont az LMP. És ő megegyezett a Gyurcsánnyal, és ő visszalépett ennek az embernek a javára. És megjelennek ezek, miközben a Katanicsot félretették, hogy ne legyenek ilyen már ismert, hanem új nevekkel szárnyaljon a DK. Ez volt az egyik ilyen szöveg. Ezt a Kéz Zoli ugye a Facebookon többször leírta, hogy az ilyen régi neveket, utalva a Mesterházira is, meg a Katanicsra is, hogy ezeket meg kell tüntetni a politikából, új nevek kellenek, stb. És ehhez képest ugye ez az úriember, én azt látom, hogy egy ilyen vesztőni faló, amelyikben bejön a rendszerbe, a háttérben a Kéz Zoli is, és lásd csodát, még a Diósi Laci is előkerült valahogyan. Akkor mindenki előkerül. Egy pillanatra még megkérdezném Tapolcát is, ahol pedig ugye Rigg Lajos az országgyűlési képviselő, aki a Jobbik képviselője, és ott az érdekesség van, hogy Veszprém korábbi országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor fog majd a Fidesz részéről indulni. Igen, igen, igen. Hát bizonyos okok miatt a Tibort fogják indítani. Igen, de hogy ott Rigg Lajos megméretette magát az előválasztáson, vagy ott evidens, hogy ő lesz az ellenzék jelöltje? Megmondom őszintén, hogy megyei szinten annyira nem tájékozottam. A Rigg Lajos az előző választáson is elég szorosan ott volt a Fenyvesi Zoli mellett, tehát a fideszes jelölt mellett, úgyhogy nagyon kis különbséggel verte meg a Fenyvesi, én szerintem relatíve kis különbséggel verte meg. Tehát akkor Navracsics Tibornak van érdemi esélye ott? Én szerintem van Tibor. Hát azért azt látni, hogy egy Tapolca a Jobbikos vezetéssel, és elégedett ott a tapolcai emberek, elégedettek a Jobbikos polgármester és az ő munkájával. Tehát ott Tapolca azért eléggé szimpatizás, az mert az oldal, mert nem tudom a Tibor, hogy egy dolog látták, hogy tapasztalták. Én, ahogy belenéztem, a Doblev Klárának ebbe a Hakniába, amit itt Veszprémben csináltak. A 2006-ban a Gyurcsánynak volt egy ilyen felépített ilyen Hakni sorozat, amivel végigment az országon. Akkor, ha jól emlékszem, amerikai stáb csinálta ezt. Tehát ugyanez a stílus, fölkonferálják, és nagy várakozás, nagy öröm. Tehát én azt látom, hogy a Dobrev Kláráéknak, illetve hát annak az oldalnak ez a stáb nagyon szépen felépíti a kampányát, úgyhogy Fidesz nálunk Veszprémben, amivel van esélye nyerni a Petinek, Óvádinak, az, hogy azért nagyon sok mindent tett. Én képviselő nem emlékszem, hogy ennyi
ennyit mozgott volna a térségben, ennyi pénzt hozott volna a térségbe. Veszprém régi álma valósult meg, uszodát kapott, egy csomó dolog, jégcsarnok épült, tehát körgyűrűt építik. Tehát nagyon sok pozitívuma van. Amire építhet az ellenzék, és nem tudom, hogy máshol ez hogy van, az, hogy országosan akarják megverni, tehát nem a helyi emberrel akarják meg. Ezzel az emberrel nem is fogják megverni, Peti, de biztos vagyok. Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és tudósítottál minket Veszprém megyéből. Nagy Imre Jenőt hallottuk Veszprémből. Hát, zajlik az élet. Amúgy ezek az országjárások tényleg elég látványosak voltak. Azt nem értettem teljesen, hogy ezt meghirdették előre, vagy bárki mehetett, mert mintha egy ilyen válogatott közönség lett volna azért alapvetően. Igen, meg azért az is látszott, hogy hallottunk arra is tett utalást, hogy nem mindig ezek a különböző megnyilvánulások nem mindig kerültek, hogy mondjam, vagy annyira a közfigyelem középpontjába, tehát mondjuk nem volt, ugye, azt hiszem talán Miskolc környékéről volt az, ugye, hogy amikor az ottani látogatásokról mondta azt a tudósítónk, hogy ott nem jelentek meg annyian. Igen, hogy néhány embert kivittek a kultúrházhoz, de... De, és másik meg ugye az volt, hogy sokan arról számoltak be, hogy fokozott, feszült érzelmek, és sokszor ilyen féltetleges megnyilvánulások kíséretében zajlottak, úgyhogy ez, ennek a szerepe is érdekes. Például mondjuk abból mennyit lehet mondjuk leszűrni, hogy mondjuk Borsod megyében nem, hogy mondjam, örvendett akkora népszerűségnek ezek a különböző beszédek, megjelenések, és ahhoz képest mondjuk milyen az eredmény. Tehát, hogy vajon reprezentatív ez, vagy az igazából csak egy olyan dolog, hogy ott igazából nem volt senkinek se érdeke kimenni, de azért mondjuk leadták a voksukat mondjuk az előválasztáson, és később mondjuk a választásokon, és ezek ilyen érdekes felvetések még. És Pulai András, a politikai elemzővel, a Publikus ügyvezetőjével folytatjuk, itt van velünk. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Ugye látjuk a nem hivatalos eredményeket, ráadásul Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke az előbb itt a Hit Rádióban azt mondta, hogy nem is érti, hogy honnan szedik ezeket az eredményeket a politikusok meg a sajtó, mert jelenleg is zajlik a számlálás. Ön szerint mennyire kell komolyan venni azt, hogy Dobrev Klára vezet, Karácsony Gergely és Jakab Péter állnak mögötte? Márkizaj Péter a harmadik helyen, így van. Nekem is ilyen anekdotikus forrásaim vannak, csupán, és azok is ezt erősítik. Én csak bízom benne, hogy ezek egymástól különböző források, és nem ugyanabba az egy forrásba jutunk mindannyian vissza. Valójában én azért ezzel nem lepődöm meg. Márkizajnak a harmadik helyét már a RTL-es vita utáni kutatásunk azért nagyjából egyértelműen előrevetítette, és már az ATV-s vita utáni kutatáskor is ilyet döntetlennel állt Jakab Péter mellett, tehát döntetlen ugyanannyi százalékot kaptak volna az akkori mérés szerint, és ugye a egy héttel későbbi, vagy közel egy héttel későbbi mérés szerint pedig hát Márkizaj Péter már kb. Kétszer is szavazatot kapott volna, mint Jakab Péter. Akkor nem azt történt, hogy a választási kampány során még korábban rosszul mérték fel az erőviszonyokat, ugye akkor azért alacsonyabbra mérték Márkizaj Pétert, hanem ő ebben a kampányban és a viták során a sikerült magát felhúznia. Akkor Márkizaj Péter a példa arra, hogy van értelme kampányolni, és ennek van eredménye, és van egyes jelöltek számára pozitív, mások számára negatív kimenete. És azt látjuk, hogy az én másodlagos preferenciákból, meg a keresztadatokból, hogy a választási időszak, ugye ez egy hosszú időszak volt, a választási időszaknak az elején Márkizaj Péter a Jakab szavazataiba harapott bele, és onnézett el szavazókat, a második etapban pedig inkább Karácsony Gergelytől. Most ugye azért is érdekes ez a helyzet, mert Márkizaj Péter korábban azt mondta, hogy hát azért nem gondolná, hogy ő a legesélyesebb miniszterelnök jelölt. Majd amikor összegyűjtötte az aláírásokat, és szám szerint sokkal többet gyűjtött, mint más ellenfelei, akkor azt mondta, hogy megcsináltuk a csodát. Majd pont itt a Hit Rádióban azt nyilatkozta, hogy most már hisz abba, hogy akár még inkább meg lehet csinálni a csodát. Itt ért véget ez a történet, vagy a második fordulóban akár lehet Márkizaj Péternek tényleges esélye? Hát én ezt nem feltétlenül gondolom, hogy Márkizaj Péter lenne ennek az előválasztásnak az esélyese, azért idáig nem futott el ez a csoda, amit Márkizaj Péter futott, de egyébként igen, ez egy fontos észrevétel, hogy már az aláírásgyűjtések során is átszódott, hogy azért Márkizaj Péter környékén valami
készülődik, és ennek Jakab Péter fog legkevésbé örülni. Ez azért nagyjából bekövetkezett. Igen, hát ugye hogyha igaz a zuhanyhíradó, amit hallunk, akkor ugye nyilván ő lesz a harmadik ebben a történetben. Ugye a kérdés, hogy eléri a 15%-ot. Egyébként, amit én hallok, az szerint valószínűleg eléri, ha nem is sokkal, de eléri, így aztán a második fordulóban jut. Második fordulóban jut. Mert csak az juthat a második fordulóban, aki eléri legalább 15%-ot? Aki eléri a 15%-ot legalább, így van. Így van. És hát nyilván itt neki azt gondolom, hogy egy döntési helyzet áll elő, hogy mit kezdjen ezzel a harmadik helyével. Futja és fut a győzelemért, vagy pedig azt gondolja, hogy hát ő itt nem tud győzni, de neki vannak fontosabb céljai, mint hogy mondjuk például a kormányváltás, és akkor segítse azt, aki szerinte esélyesebb a kormányváltást megvalósítani. Én azt gondolom, hogy neki ezt kell mérlegelni az elkövetkezendő, hát néhány napban mondjuk kb., mert hogy ugye aztán utána kezdődik a kampány a második fordulóra, és az nem mindegy, hogy kezdődik. És azt nyilván, hát ő többször elmondta, hogy ugye ő Karácsony Gergelyt támogatja, hogyha majd visszalép. Szerint a Dobrevvel nem lehet nyerni, tehát hogy ez nagyjából egyértelművé tette az ő orientációnak az irányát, de hát nyilvánvalóan a helyzet most éles, neki ezt a kérdést most kell meggondolni, meg nyilván a szereplőnek ezt a kérdést most kell megbeszélni. Arra vannak esetleg becslések, felmérések, hogy az ilyen jellegű támogatások kifejezése szavazatokban hogyan fog lecsapódni, hiszen azért a most kieső vagy azok a jelöltek, akik ki fognak esni, azoknak a szavazói mennyire konvertálhatók át más jelöltek támogatására? Pont Márki-Zay Péter esetében talán ez különösen érdekes. Hát ugyan, aki ugye a lényegében a szavazóinak, nyilván nem tudjuk a pontos számot, de szavazóinak nagy részét mástól szerezte, tehát ők nem ilyen inherensen Márki-Zay támogatók voltak, hiszen Márki-Zaynak a támogatottsága korábban sokkal alacsonyabb volt. Azaz itt feltételezhetjük, hogy vannak erős másodlagos preferenciák, egyébként tudjuk is ezt a mérések alapján, és azt is tudjuk, hogy ez sokkal inkább Karácsony Gergely irányába billen, de ugye itt azért nagyon sok dinamika van egyszerre. Tehát, hogy mondjuk, hogyha tegyük fel visszalép, akkor csak úgy visszalép, vagy valaki támogatására szólít, felép vissza. Másik jelöltek, akik nem jutottak be a második fordulóba, ők mit csinálnak, ők kinek a támogatására szólítanak vissza, vagy fel. Hogyha Dobrev Károly fogja megnyerni válaszolni ezt a dolgot, akkor az őt erősíti, és magához vonza a szavazókat, vagy azt gondolja, hogy azt gondolják a szavazói, hogy hát ez már megvan, nem kell emelni, tehát csökkenti az ő szavazóbázisát. Szóval, hogy itt szerintem nagyon bonyolult dinamika, és nagyon nehéz leképezni azt, hogy ebből mi fog feltétlenül következni, de szerintem egy dolog egyértelmű, hogy nagyon, nagyon szoros és nagyon izgalmas második forduló van kilátás. A második fordulóban ön most mit tippel, ki lesz a győztes? Hát, a tippés az egy másik szakma. Akkor mit mérnek? Ugye mi azt mérjük konzisztensen, és ez szerintem nem változott az utolsó mérésünk óta, ugye, ami tényleg az RTL-es vitával volt egy időben, hogy a legtöbb tartalék a Karácsony Gergelynek van. De az a kérdés, hogy ő ezt tudja-e konvertálni. Hogyha tudja szavazatokkal konvertálni, akkor neki van esélye győzelemre. Ugye sok minden miatt van Karácsony Gergelynek a legtöbb tartaléka, például mert a másodlagos preferenciákban ő a legerősebb, például mert őt tartják inkább Orbán kihívójának, például mert azt gondolják, hogy ő aki leginkább a bizonytalanokat meg tudja szólítani. Egy utolsó kutatásunkban volt két ilyen a hétköznapi bizalmat és ezt a hétköznapi politikai karaktert leíró kérdés. Az egyik az, hogy kinek a megválasztása esetén változna, javulna önnek legjobban a közérzete. Ugye beszélünk erről, hogy milyen mérkezett a magyar politikai közérzet. Ugye erre Karácsony Gergely az, akire az választók jogszavazót mondtak, vagy nagyobb arányban válaszoltak, illetve hogy a hétköznapi bizalmat mérő kérdés, hogy ön kitől venne használt autót, és ugye erre is Karácsony Gergely volt az, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szóval, hogy van egy csomó olyan másodlagos metrika a szavazások után, vagy szavazások mögött, ami arra enged következtetni, hogy neki van több tartaléka, de mondom, a fundamentális kérdés, hogy tudja konvertálni, mert azért nagyon elkötelezett DK-szavazóbázissal áll szemben, és tök elképzelhető, hogy ez még elkötelezettebb lesz, hogyha azt látják, hogy az ő jelöltjük az bizony megnyeri ezt az első fordulót.
És ugye a kérdés, hogy a jobbikosok viszont kire szavaznak, mondjuk át, ha Karácsony, vagy ha Jakab Péter kiesik, vajon Márki-Zay Péter lesz nekik a szimpatikusabb, vagy a szavazói szinten is létrejön a DK jobbik koordináció, ami a politikai szinten megvan, vagy mondjuk Karácsony Gergelyre, meg ugyanez a Momentum esetében is, hogy egy Momentumos szavazónak ki a legszimpatikusabb? Hát a Momentum szavazó az egyszerű, ott azért tudjuk, hogy Karácsony Gergely legszimpatikusabb ebben a körben, de az, szerintem még úgy is, ez már úgy is eldőlt ez a kérdés, hogy a Momentumos szavazók lényegében már az első fordulóban átszavaztak valaki másra. Tehát én azt látom, hogy a Fekete Győr András nem kevesebb szavazót fog kapni, mint amennyi a pártjának a támogatottsága, és ez mutatja azt, hogy a Momentumos szavazók sem bíztak az ő győzelmében, így aztán inkább máshol igyekeztek hasznosítani a szavazatukat. Szóval, hogy ezt azért talán tudjuk. Jakab Péternél azt tudjuk, hogy addig nem jelentették be a DK-val együttműködés, hogy nagyon alacsony volt az átszavazási hajlandóság a DK-ra a jobbik szavazók körében, meg különösen, és még kevesebb volt Dobrev Klárára a Jakab Péter szavazók körében. Ez az összefogás, együttműködés ezen valamit változtatott, egy kicsikét feljebb szólt az átszavazási hajlandóságot, de mondjuk a 10-es sávból a 20-as sávba, már hogy százalékokról beszél. Ami nyilvánvalóan az egyéni képviselők szintjén azért valószínűleg meg fog jelenni, és legalább annyira, hogy átbillentse a szavazókat a másik irányba. Tehát szerintem az ott érdemi eredményt hozott ennek a párosnak. De szerintem sokkal korlátozottabban fog tudni érvényesülni a miniszterelnök jelöltben. Én nem nagyon látom azt, hogy Jakab Péter így ilyen beállva a kamerák elé belenézve a lencsében azt tudja mondani, hogy hát akkor most nem tudok ezzel mindenki szavazni az Dobrev Klárára, mert hát azért az ő szavazabázisának azért mégsem Dobrev Klára az ikon. És nem is a második van. De azt látom képzelni, hogy a Jobbik mondjuk a háttérben logisztikával, emberrel, adatbázissal, mozgósítással, bágyazottsággal, stb. Mivel segíti a Dobrev kampányt. De a direkt felszólítás az lehet, hogy szerintem ártalmasabb lenne a Jobbiknak, mint hogyha az nem történik. Pulai András, köszönjük szépen! Most megyünk tovább a vidéki tudósítókkal, mégpedig Baranya megyével fogunk foglalkozni. Horváth Barnabás van a vonalban. Szerbusz! Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Többek között Pécs tartozik ide. Az a Pécs, ahol ugye izgalmas volt. Hogy látod egyébként a helyzetet, hogy jelen pillanatban mekkora az érdeklődés az előválasztás iránt, érzékelsz ezzel kapcsolatban hangulatot, várnak-e kormányváltást az emberek, mit lehet erről tudni? Igen, ahogy mondod, ez valóban már a 19-es választásokkor és az önkormányzatinál Pécs izgalmas volt, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az előválasztás eredménye, de a Baranya 1-2 körzet, ami ugye magát Pécs városát fedi le, az valóban érdekes lehet majd a választásokkor is. Most az előválasztásokkal kapcsolatban én is azt tudom visszhangozni, amit itt már korábbiakban is több városban is hallottunk, hogy a személyes tapasztalatom nekem az volt így a városban járkálva, hogy óriási nagy sorok azért nem álltak a sátoroknál, amik ki voltak rakva, ahol fizikálisan papíron le lehetett szavazni, gyakorlatilag egész nap volt ott valaki, vagy lehetett látni mozgolódást, az emberek fölkeresik a sátrat, de akkora nagy tömegeket azért nem, és mások, akikkel beszéltem, ők is azt mondták, hogy nem nagyon tapasztaltak akkora tolongó tömegeket, sorokat ezeknél a helyeknél, ahol a szavazatokat le lehetett adni. Úgyhogy annyit lehet még így hallani innen-onnan, hogy egyébként Pécsen is valószínűleg Dobrev Klárának a személye volt azok között a legnépszerűbb, akik elmentek és leadták a voksukat az előválasztáson. A miniszterelnök szempontjából, és ugye hát az meg, hogy hogyan fognak kijönni az egyéni jelöltek, az megint egy más kérdés lesz, de ott is a személyeik, illetve hogy mik történtek itt Pécsen, Baranyában, azok is, hát volt egy-két érdekesnek mondható dolog, ugye az Baranya 1-es körzetben ott Mellár Tamás, aki egyébként már jelenleg is országgyűlési képviselő, ugye ő volt azon kevesek egyike, aki 4 éve le tudta győzni a fideszes ellenfelét a legutóbbi országgyűlési választásokon, most ő újraindul a Nemes Balázs ellenében, aki pedig ugye a Momentumnak egy alapító tagja és szóvivője. De itt azt
mondják, hogy előzetesen azt lehet sejteni, hogy a Mellár Tamás, aki egyébként hát ugye korábban Fidesz támogató közgazdász volt, a KSH-nak és a Statisztikai Hivatalnak is volt 5 éven keresztül elnöke, aztán bizonyos dolgok miatt szembefordult a Fidesz-szel, és több helyen is LMP-nél is megfordult, és mindenféle ilyen baloldali összefogásba részt vett. Ő továbbra is szeretné magát megmérettetni, és azt mondja... Ugye itt volt is bonyodalom, hogy visszalépett, nem lépett vissza, visszalépett. Hol tart most ez a történet pontosan? Ott volt ugye nála egy ilyen érdekes, hogy visszalépett a visszalépéstől, mert visszalépett az, aki miatt visszalépett. Tehát egy ilyen, ott ugye volt egy... Akkor most indult végül? Indult. Tehát ő végül is ennek a érdekes matekos egyenletnek az jött ki a végén, hogy mégis indult. Ennek a részleteiben nem mennék bele, de ennek a hátterében benne volt az is, helyi pécsi politikai ügyek is benne voltak, mert Mellár Tamás vezető tagja a Mindenki Pécsért, most már nem nagyon létező egyesületnek ez volt az a szervezet, ernyő szervezet, ami a 19-es választásokon összefogta a baloldali összefogást, csak itt a polgármester úrral közben összerúgták a polt, és nem mindenbe értettek egyet, akkor, és akkor emiatt volt ez a visszalépős dolog, hogy visszalépett a másik miatt. Nehez lenne ebben most belemenni részleteibe, de itt a helyi politika is beleszólt ezekbe, és ennek okán volt ez a visszalépés, mégsincs ez van dolog. A másik kerület pedig, vagy hát terület a Baranya 2-es, ott szintén az az érdekessége a dolgoknak, hogy két olyan személy méretetik meg, aki már most mind a ketten országgyűlési képviselők, a Szakács László és a Keresztes Lóránt, és itt is volt annyi érdekesség, hogy ez úgy indult el a dolog, hogy Szakács László MSZP-sként indult el, és időközben DK-s lett, mert őt az MSZP kizárta a sorai közül, mert azzal a váddal illették, hogy az volt a gyanú felé, hogyha megválasztanák őt országgyűlési képviselőnek, akkor padot cserélne és átülne a DK-hoz. Emiatt gyakorlatilag bizalomvesztés állt be, legalábbis a hivatalos kommuniké szerint, és ő felfüggesztette az MSZP-s tagságát, és ezt az MSZP ráerősítette azzal, hogy kizárta a sorai közül, és most hivatalosan a DK színeibe indul, és a DK, a Jobbik, illetve a Momentum támogatásával megy, és ellene megy Keresztes Lóránt, aki pedig az MSZP-nek és az LMP-nek, hát ő LMP-s képviselő, és már jelenleg is országgyűlési képviselő, és végül a MSZP a saját képviselőjét kitagadta a sorai közül, és beállt az eredeti ellenfél mögé, és nála pedig az az érdekes a Keresztes Lórántnál, hogy egyébként alapvetően egy jobboldali nemzeti érzelmű képviselő, és ha tegyük fel, megnyeri a Baranya 2-es körzetet, akkor neki mondjuk jó esélye lehet arra, hogy akik nem Fidesz támogatók, de nemzeti érzelmű szavazók, hogy őket így a maga oldalára csábítsa. Akkor izgalmak vannak bőven Baranyában is. Te hogy érzed ott most, melyik párt dominál inkább? Ugye említetted Keresztes László Lórántot az MSZP részéről, Mellár Tamás ugye inkább civil, de korábban Pécs egy hagyományosan MSZP fellegvárnak számított. Most ki az erős párt ott? Hát azt lehetne mondani, hogy a DK és az MSZP. Már csak abból a szempontból is, hogyha megnézzük a közgyűlést, hogy hogy épül fel, hogy ez a két párt szerepelteti magát a legnagyobb számban, illetve azt is nézzük, hogy a független polgármester mellett van egy független alpolgármester, illetve egy DK-s és egy MSZP-s alpolgármester, tehát a felső vezetői pozícióba is ebből a pártból, két pártból kerültek ki a helyi politikába is az emberek, és úgy tűnik, hogy egyébként ez a két pécsi körzet hát nem garantált, hogy az a más, a Baranya 2-es körzet, ahol még jelenleg is Hoppá Péter, ha jól emlékszem, most jelenleg a harmadik terminusát tölti, hogy adott esetben negyediket is el tud kezdeni, ez is billegő lehet a jövő évi választásokon. Horváth Barnabás, köszönjük szépen. Akkor én azt javaslom, hogy most menjünk ezen élni. És... akkor a technikai kollégákat megkérjük, és készítsék közben elő. Egyébként tanulságos volt az eddigi
beszélgetések. És még nincs is vége, mert nem sokára, méghozzá 17 óra 15-től Rotyis Bálint politológus a Nézőpont Intézet elemzője jön, aztán 17 óra 25-től Csongrád megyéből Szabó Lászlót kapcsoljuk, 17.30-tól Ceglédi Zoltán politikai elemző, 17.40-től Fejér megyéből kapcsoljuk Végcsabát, 17.45-től Han Endrét a Mediántól, 18 órától pedig Deák Dánielt a 21. század intézettől. Szóval lesznek még bőven munkatársak, illetve elemzések is. Csak fontos, az van, hogy mivel fontos abszolút... tehát kiemelni, hogy kevesebb, kicsivel több mint 5 perc múlva akkor vissza fogunk térni majd a, így van. Az első interjúba. Azért gondolom, hogy most érdemes zenélni, mert nem szaporítanánk tovább a szót, hiszen továbbra sem tudunk semmi újat, és addig egy szép zenét hallgassunk meg, nyilván ne csordáson ezt talált, de néhány perc múlva jövünk, addig írjátok meg nekünk, hogy ti hogy látjátok itt a dolgokat. Lehet szavazni ott a Facebook részen is, YouTube-on is, tessék nyugodtan véleményt nyilvánítani. Zene.
Kedves hallgatóink, 17 óra 30-kor fogjuk folytatni az előválasztási adásunkat, méghozzá egy új streamről, a Hit Radio Facebook és YouTube csatornáján fogjuk továbbra is közvetíteni, csak indítunk egy új közvetítést annak érdekében, hogy még több emberhez jussanak el az adások. Itt lesz majd velünk Han Endre politológus, Rotyis Bálint politológus, Deák Dániel, aki szintén Ceglédi Zoltán politikai elemző, és még sokan mások, vidéki körkapcsolásokra is lehet számítani. Most ebből az adásból tehát búcsúzunk, 17 óra 30-kor pedig jövünk az újabb streammel a YouTube-on és a Facebookon, de természetesen hallhattok minket a Hit Rádióban is. Tartsatok velünk továbbra is!